Szürke zóna. Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke zóna Podcast. A mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon az oktatási rendszer kritikájáról szóló sorozatunk második epizódjához érkeztünk, és ez lesz az az epizód, amelynek keretében gyakorlatilag az általunk az iskolai rendszerben elszenvedett sérelmekről és traumákról fogunk beszélni, és ahogy az előző epizódban is előrevetítettem, ez nem egy ilyen, egy ilyen egymás kezét fogva hüpögő epizód lesz, amikor gyakorlatilag ilyen epéthányunk annyira ö, elmerülünk abba, hogy velünk hogy kicsesztek annak idejének, hogy mennyire bántottak, hanem, hanem egész egyszerűen működési modelleket fogunk megpróbálni levezetni, és minden egyes sérelmekről, amit, amit annak idején átéltünk, azt úgy próbáltuk, fel, meg, úgy próbáltuk meg fölvázolni, hogy abból valamilyen, valamilyen működési modell levezethető legyen, akár a pedagógusra nézve, akár az iskolai rendszerre, akár az intézményre nézve, és szerintem meg fogtok lepődni, és egy kicsit a saját emlékezetetekben is fel fog éledni valami, Ezekkel a, ezekkel a modellekkel és sérelmekkel kapcsolatban, de természetesen előre bocsátom, hogy hallatlan borzalmakról fogunk beszélni. Nyilván, hogyha Afrikában születünk, akkor történetet volna ez ennél rosszabb is velünk, ezt abszolút elismerjük, de alapvetően azt gondoljuk, hogy sem ma, sem mai gyerekeknek, sem mondjuk a 90-es években gyerekkorukat élő embereknek nem kellett volna semmilyen traumát elszenvedniük az oktatási rendszer működésének a keretein belül. Dani, mi a véleményed most, hogy így eljutottunk ehhez a második epizódhoz? Hát be kell valanom őszintén, remélem meg lesz ennek a sorozatnak a gyümölcse, ha már nagyjából 20 év után ennyit kellett gondolkoznom a az iskolai emlékeken, élményeken, traumákon, meg, meg, minden egyében, mert ugye hát az egy dolog, hogy mondjuk nekem is sokadnak idézőjelesen rémálmaim eh, a iskolás koromról, de azért ettől függetlenül aktívan nem szoktam, legalábbis tudatosan nem szoktam ilyesmire gondolni, és eh, hát nyilván azért történtek eh, olyan dolgok, amik úgy úgy annyira nem voltak viccesek akkoriban, gondolom ez azért bőven volt annak köszönhető, hogy nem voltam egy jó diák, és hát mint ahogy ezt korábban is említettem a szüleimnek is, meg volt a, az egyedi stílusa, ugye azt tekintve, hogy, hogy, hogyan bánjanak velem, hogyha mondjuk bukásra állok valamiből, vagy egyszerűen csak hazaviszek egy karót, de, de hát igen, azt kell mondanom, hogy hát sajnos vannak ugye ilyen rossz jellegű emlékeim. Nyilván vannak pozitív emlékek is ezekről az évekről. Az, hogy maga az oktatással kapcsolatban az, az hány ilyen pozitív emlék lehet, az szerintem nagyon-nagyon kevés. Tehát így ténylegesen a, a témához kapcsolódóan nem hiszem, hogy annyi pozitív élményem volt. És hogy így gondolkoztam, azért így így eszembe jutott az, hogy, hogy mennyire ásunk mélyre itt ebbe az egész témában, és hát nyilván ö, rengeteg tanulmányt, meg mi egyebet lehetne ezzel kapcsolatban olvasni, meg okosítani magunkat, ö, új információkat szerezni, de, de szerintem talán az egyik szépsége ennek az egésznek, hogy, hogy, most itt nem arról van szó, hogy konkrét tényekhez nyúlunk vissza, hanem szerintem tényleg az a, az a szép benne, hogy, hogy mi megéltük valahogy ezt, és az egy dolog, hogy azóta már jó sok ével telt, de azért ettől függetlenül szerintem a, a, a csírája az egésznek az, az valószínűleg még ott van ugyanúgy most is, hogy, hogy hogyan bánnak a diákokkal, és hát nyilván a diákok maguk is változtak, a szülők maguk is változtak, tehát gyakorlatilag a nálunk nem sokkal idősebbeknek már adott esetben általános iskolások lehetnek a gyerekeik, sőt igazából már a mikorosztályunkban is lehetnek olyanok. És, és és hát érdekes lehet nyilván az is, hogy mondjuk a mai fiatalokkal hogy bánnak, meg meg hogy tanítják őket. De de igen, szerintem pont ez a szép része annak, hogy, hogy mi erről beszélünk, hogy tényleg a saját tapasztalatokat próbáljuk kielemezni és, és átgondolni, hogy, hogy pontosan mi is lehet itt a, a baj, mert mert nekünk vannak ilyen tapasztalataink, hogyha két olyan ember lennénk, akinek tényleg abszolút felhőtlen volt az általánostól egészen mondjuk az egyetemig így az egész tapasztalata, akkor nem tudnánk erről szerintem normálisan beszélni, mert egy, egy rózsaszín felhőben élnénk, hogy, hogy minden rendben van. De mi pont abban a rétegben tartoztunk, legyen szó lustaságról, motiváció hiányáról, vagy egyéb másról, akiket úgy érintette ez a néhány év, hogy, hogy van, van mind változtatni, és Hát most nyilván elő fog jönni egy-két téma, ahol, ahol, lehet ezt, azt, azt hibáztatni. Nyilván lesznek olyan példák is, ahol végül is minket is lehet hibáztatni, mert magunknak tanulunk, de ettől függetlenül szerintem még ha magunkat is hibáztatjuk akkor is azért uh, voltak olyan elvileg felnőtt gondolkodású emberek, akik ezen a, ezeken a szituációkon bőven segíthettek volna, és, és uh, ha egyszerre csak kinyitják a szemüket, meg a fülüket is hallgatnak arra, hogy a, a gyermekük mit szeretne, vagy nem szeretne, akkor, akkor lehet, hogy nekünk is teljesen más lenne most a véleményünk erről az egész rendszerről szinte borítékolatú, hogy mind a ketten egy picit azért érzelmekből fogunk beszélni, és ezt nézzétek el nekünk. És előre bocsátom, hogy szerintem én aránylag rosszabb iskolába jártam. Nem voltak ugyan verekedések, meg nem kellett kifejezetten félnem attól, hogy betámadnak, megkéselnek, nyilván vannak ilyen iskolák az országban. De ezek az iskolák, amelyekbe jártam, a legrosszabb értelembe vett intézmények voltak, és akik benne dolgoztak, azok az intézményt képviselték többnyire, és nem a diákokat. Vannak, akik jól jártak, például a feleségemnek csak jó tanárai voltak, ezért ő szinte alig tud panaszkodni az oktatási rendszerre, és az én oktatásomat is, vagy az én panaszkodásomat is néha értetlenül szemléli. Tehát vannak szerencsésebb ö, ö, emberek vannak kevésbé szerencsések sebb emberek én, valahol ott a középmezőnyben vagyok, egy, egy picit a kevésbé szerencsés kategóriába csúszva. Nem tudom Dani, neked erről, mi a véleményed? te hogy értékeled a saját gyermekkorodat. Hát érdekes, hogy, hogy felosztad így a, a, az iskolád, hogy mondjam, pozícióját, hogy hol lehetett a skálán, mert ne, nekem gyakorlatilag, hát negyedik, ötödik osztálytól folyamatosan azt pumpálták belém, hogy, hogy, nem elég, hogy a kerület legjobb iskolájába járok, de hogy még azon belül is az elit tagozatba. Tehát, hogy én B-osztályos voltam, és hogy úristen, itt a B-osztály, az, az, mindent visz. És, és szerintem azért az sem volt egy szép dolog, hogy így Csúnyán beszéltek a többi iskoláról, tehát most nem feltétlenül azt mondom, hogy hú, hát az egy nagyon szar hely, de, de például a te iskoládra is mondták, hogy hát igen, ott van az az iskola, és hát olyan, olyan középmezőny, mezőny. Vittél, hogyha matek versenyekről, meg ilyesmikről volt szó, akkor valahogy ez így mindig el volt borítékolva, hogy hát mi vagyunk a tutik, és egyébként nyilván az egyik panaszom, és vagy sérelmem, vagy nem is tudom, minek nevezzem, mert annyira nem érintett meg, de, de valahol például ez volt, hogy, hogy nem elég, hogy én ebbe az iskolába járok, de még, még ebbe a kifejezett osztályba is, és hogy szerintem azért egy általános iskolás gyerekként ö, ennek eleget tenni, hogy te, te egy elit tagozatos vagy, ez nem, nem feltétlenül a legjobb példa, és amikor ezeken a példákon gondolkoztam, akkor jutott eszembe, hogy, hogy lehet, hogy, hogy valahol réges-régen a, a, az oktatás, meg a, meg a hadsereg valahogy nagyon-nagyon szorosan együtt dolgoztak, és hogy ennyire ilyen katonásan vettek egy csomó dolgot, nem tudom, hogy ezt mennyire lehet visszavezetni, de például a so igen, hát nálunk én azt éreztem, hogy, hogy ezt nagyon, nagyon nyomatják, erőltetik, és hogy, hogy, az egy dolog, hogy én ezt hogy éltem meg, hogy mennyire zavart vagy nem zavart, de szerintem ez teljesen nem fel a, a többi diákkal szemben sem, mert az egy dolog, hogy még a másik iskolát szapuljuk, mert hát most őszintén szóval te akkoriban ez soha nem Tudhattad volna meg, hogy az én mit még gondoltál te iskoládról, de hogy azért a, az évfolyamban a többi osztály, azért ezt, ezt hogy fogadhatta, hogy most ti vagytok a maradék vagy. Érted? Tehát ez szerintem már ez is egy olyan csúnya hozzáállás volt, mert mert attól, hogy te nem lettél az elit tagozatnak a, a tagja, attól függetlenül te még nem vagy egy senki, és ugyanúgy jársz matekórára, fizikára, meg minden, esetleg mondjuk kevesebb angolórád van, meg mit tudom én, de szerintem nagyon, nagyon gusztustalan hozzáállás volt ez akkoriban, és, és nyilván ezt már valahol akkor is felfogtam, csak max nem törődtem vele, de így felnőtt fejjel visszagondolva szerintem egy nagyon-nagyon csúnya hozzáállás volt, és abszolút nem segítette azt, hogy, hogy bennem, meg bennünk, és a többi azt osztályban lévő gyerekekre is ez mennyire rossz hatással lehet, és hogy ez, ez ezen tud változtatni kellett volna, nem tudom, hogy ez még manapság mennyire jellemző az iskolákba. Igen, arra emlékszem, hogy mesélted, hogy egy bizonyos ponton, nem tudom, valamelyik évfőmtól átalakították az osztályoknak a szerkezetét, és gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen megfelelőségi sorrendet állítottak fel, hogy javíts ki, de hogy a bések voltak a legjobbak, utánuk uh -huh. jöttek a az ások, és akkor ugye ez egy ilyen egy volt, hogy ő ő ás, tehát ő, ő ostobább, vagy ő, ő rosszabb kés, képességű, vagy semmire kellő, vagy hasonlók, és a cések meg az, a zenetagazatosok voltak. tehát Nem, fordítva. Bocsáss meg. Tehát az ások voltak a zenészek. Ö, hát Egy a lényeg, hogy már időnek előtte elkezdtek titeket stigmatizálni. Igen. Én sem tudok sok jót elmondani a saját iskolámra, de de ez legalább nem volt. És ha jól emlékszem, valamelyik iskolatársatok, nem, nem hiszem, hogy a teljé társad, de hogy annak az anyja keményen eljárt, hogy nehogy a rosszabbik osztályba kerül, kerüljön a gyerek, hogy mit meg leígérték nekik a tanároknak, meg az igazgatónak a, a csillagot is az égről, hogy mennyi mindent meg fog tanulni a, a, a srác, de hogy de csak ne, ne, járjon a césekhez, mert hogy az gyakorlatilag tudta, hogy, hogy onnantól kezdve egy hülye gyerekként lesz elkönyvelve az a gyerek, és, és nyilván ő is sejtette, hogy ebből stigmatizáció fog következni. Igen, Abszolút, valami hasonló rémlik is, több mint valószínűleg nem egy ilyen eset volt az alatt a pár év alatt sem, amíg én oda jártam de, de igen, hát ez elég, elég <laughs> csúnya gondolkodás, hogy, hogy úristen, hogyha nekem a, a, gyerekem nem a B osztályba kerül, akkor itt mi lesz, mert Emlékeim szerint, legalábbis amikor én jártam oda, akkor az még inkább úgy nézett ki, hogy hát mondjuk az ásoknak legalább még ott van az ének, tehát hogy legalább még, még, még hangszerhez fognak érteni, vagy valami, de, hogy a, de a céseknek nincsen semmi. És, és igen, nem tudom, hogy az összes tanár ezt így mennyire így fogta föl, de az biztos, hogy például az informatika tanárunk, ő, ő ezt nagyon, én nem tudom, hogy a neveltetéséből fakadóan, vagy miből, de hogy ő ezt ezt nagyon ér. Ő volt az, aki majdnem, hogy minden órán éreztette, és, és én értem azt, hogy a, informatikatanároknak, tanároknak, és most nem akarok egyet sem megsérteni véletlenül se, a, megint csak saját tapasztalatból beszélek, de egy mindig volt egy ilyen stikje, hogy nem eszünk, nem iszunk, rend, fegyelem, meg ilyesmi, és hát nyilván ezzel ehhez tökéletesen passzol az, hogy, hogy azért még szeresse is hangoztatni azt, hogy, hogy ti különlegesek vagytok ám, ezt ne felejtsétek el, és hogy, hogy, hogy ti azért vagytok itt, mert tudtok valamit, és ezt nem csak, hogy ki kellett érdemelni, de és is ki kell érdemelni, hogy ti itt maradhassatok. Úgyhogy, ja, egy, egy, érdekes, egy érdekes, világ volt, amit így akkor gyerekfelje uh, nyilván nem foglalkoztam vele, de jobb is talán, mert hogyha akkor ez így teljesen tudatosul bennem, akkor nem tudom. Azért, mert, mert, mert ráadásul ugye nem elég az, hogy volt egy különbség az osztályok között, de ráadásul uh, negyedik végén volt egy felmérés, ami alapján összemixelték az osztályokat, tehát gyakorlatilag te a fél baráti körödnek búcsút inthettél, mert hát persze végül is egy osztálytelen, mert odébb vannak csak, meg ugyanaz az iskola, meg attól még elköltözni nem költöztek el, de azért szerintem ezt most már sokan tudhatjuk így a felnőtt életünkre, hogy amikor úgy az aktív viszony megszűnik, akkor onnantól kezdve ezek a barátságok meg kapcsolatok azok nagyjából teljesen széthullanak, és, és azért ez, ez sem volt szerintem egy túl szép dolog, hogy negyedikesként megiratják veletek ezeket a felmérőket, és akkor tényleg az osztályod fele, az gyakorlatilag átmegy ugye a rosszak közé, és hát egy ideig óráig még haverkodtok, de aztán szépen lassan ezek a barátságok, ezek így abban maradnak és megszakadnak. Mielőtt belekezdenénk a modellek felállításába, azt szeretném kérni Danitól, hogy hallgassuk meg a hát körülbelül négy évvel ezelőtti EkoTV-s interjút, amikor is a Velkovics Vilmos Nevű szerkesztő behívta a műsorába Káló Dániel nevű fiatalembert, aki akkoriban egy ilyen diáktüntetésnek az egyik szervezője, vagy valami diákközösségnek a képviselője volt, és hát egész egyszerűen azt próbálták nevesíteni azt a problematikát, hogy, a, hogy nem jó az oktatási rendszer, amiről mi is beszéltünk az előző epizódban. Lényegében szinte ugyanazokat a sarokpontokat hangsúlyozták ki annyi különbséggel, hogy ők még azt is nevesítették, hogy hogy túl sokat kell betlenni az iskolában, a aránytalanul sokáig tart a tanítás és borzasztóan nagy mennyiségű a tananyag, amit amit nekik be kell biflázniuk és számot kell adniuk a, annak megtanulásáról és hallgassuk meg, hogy Velkovics Vilmos miképpen bánt el Káló Dániellel. Egyébként azóta az Echo TV, bár ha jól tudom, akkor az a csatorna is picit átalakult, beolvat valamibe talán, vagy ilyesmi, de hogy nagyon gyorsan levették inkább ezt, a, ezt az adást az archívumokból, mert érződött, hogy kontraproduktív, tehát hogy egy, egy nagyon kellemetlen, nagyon ostoba, undorító megközelítést használta a szerkesztő úr egy egy 18 évnél fiatalabb sráccal szemben. Hallgassuk is meg! Hát vannak bajok a magyar oktatáson, én nem mondom, hogy nincsenek. Elég, hogyha elolvasom az önök felhívását. Ugye úgy fogalmaztak az egyik mondatban, ezzel az eseménnyel szeretnénk tudni és tudatni. Arra kéne, hogy elemezze ezt a mondatot. Mi alanyállítmány, mi a tárgy ennek a mondatnak? Tehát... Köszönöm szépen a felhívást. Azonban előtte inkább reflektálnék az Úrnak a megjegyzéseire. Megkérném, hogy válaszoljon a kérdésemre. Lesz, lesz arra mód, tehát itt van ez a válasz, hogy ezzel az eseményel szeretnénk tudni és tudatni. Ez mit jelent? Magyarázom, hogy mit jelent a hát, mondat? Arra kérném, hogy elemezze, hogy például mi a tárgya ennek a mondatnak, mit szeret? De elnézést, én szeretnék inkább az oktatásról beszélgetni. Tehát én azt gondolom, hogy én egyelőre én ebben a stúdióban, én Értem. vagyok a műsorvezető ez az interjú kiválóan demonstrálta azt, hogy milyen az, amikor egy felnőtt ember egy magyar pedagógus arhetipusát veszi magára, ugyanis ezek a módszerek dominálnak. Ezek a legegyszerűbb módszerek ide, mindenki vissza tud bármikor nyúlni. Ezért is használják ilyen karaktergyilkossági kísérletekben. Hasonló ilyen egyébként a Rónai Jégon által alkalmazott módszerek, amikor a kimondott szavakat szómágia alkalmazásával gyakorlatilag visszafordítva rá, megpróbálták ráégetni, és azáltal megsemmisíteni a, 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 az interjúztatott alanyokat, vagy hát az interjú alanyokat de itt most másról beszélünk, így gyakorlatilag arról volt, hogy a Velkovics, Velkovics, Vilmos behívta ezt a srácot, és ahelyett, hogy megadta volna neki a lehetőséget, hogy ez a srác elmondja, hogy az ő mozgalmuk mivel, mire vonatkozik, még csak nem is arra, hogy a kormány valamit rosszul csinál, hanem egész egyszerűen, hogy a rendszerrel átfogóan van egy súlyos probléma. A Velkovics Vilmos ért, élt azzal a gyanúperrel, hogy amikor itt a rendszer kritizáljuk, akkor végsősorban a kormányt kritizáljuk, és hogy nagyon gyorsan Megpróbálta ezt lekeverni, nem is akárhogy. Egész egyszerűen megalázta ezt a gyereket országvilág előtt, és, és én nekem borsodzik a hátam, amikor belegondolok, hogy ez az ember, ez miatt sor került volna erre az interjúra, amiről tudta, hogy országvilág fogja látni. Na, ennek az interjúnak az előzményeként ő kitalálta, hogy ezt fogja csinálni, megfogalmazta, hogy bejön ez a srác, és, és, én nem fogom neki megadni a lehetőséget, talán később, hogy ő elmondja, hogy, hogy mit képvisel, hanem egy nagyon alap Általános iskolai tananyaghoz fogunk visszanyúlni, hogy egyetlen egy mondattal szembesítem őt, hogy elemezze ki, és ez egy olyan dolog, amire senki nem képes csípőből, tehát hogy nincs az az ember egyrészt, aki nem megalázó, sértő megjegyzésként értékeli ezt a kérdést, és nincs az az ember, aki erre képes, hogy, azt, hogy csípőből azt mondja, hogy jó, ja, persze, beszéljük meg, ez a tárgya, az az állítmány, az az alany, részleges eset tárgy, tehát, hogy ilyen nincsen. Ez nem életszerű. De a Velkovics most úgy gondolta, hogy ez egy, ez egy jó módszer lesz arra, hogy ennek, ennek a gyereknek az interjúja keretében annak nagyon korai szakaszán kiderüljön, hogy valójában nem az oktatási rendszerrel van a gond, hanem vele, aki nem tanul eleget, mert ha eleget tanulna, akkor nem kell nem lenne ideje annyit rinyálni, hogy rossz az oktatási rendszer. És igazából nem, nem is a, az Eko tv t akarnánk kritizálni, de itt gyakorlatilag egy tökéletes lenyomata született annak a médiában és a kollektív tudatban, hogy milyen a pedagógus erkölcs, a pedagógus morál, hogy hogy kell hozzáállni a gyerekhez. És engem ez felháborít. Hát igen, az, az tény, hogy általában szeretnénk távol maradni a politikától, de én abszolút azt éreztem, mert a ebbe a gyors kis interjúba, amit én nem is nagyon tudtam végignézni, megmondom őszintén, hogy, hogy tényleg itt van egy, egy fiatal ember, aki szeretné valahogy elmondani a véleményét, a meglátásait, hogy, hogy egyszerűen ő, ő és a társai valamit megtapasztaltak, amit úgy éreznek, hogy nem jó, egy, egy abszolút e, hárommal ezelőtti századnak a maradványa, és hogy ezen, ezen abszolút változtatni kellene, és akkor itt van egy, egy idősebb, hát nem tudom, hogy boomer, mert fogalmam sincs, hogy milyen idős Pelkovics, de hogy nekem, nekem abszolút egy picit ez a kezd már boomer kategória lenni, hogy, hogy tényleg beleköt, tök értelmetlen módon, amiben egyébként az a szép és furfangos, hogy szerinted ezt a műsort alapból kiknézték? Nyilvánvalóan a boomerek és a boomer a, a, by proxy Palmer kategória, aki a szavazó réteg. Most ezért mondom, én nem szeretném nagyon belemenni uh, nyilván a politikai oldalába, de hogy muszáj, én, én nekem ez a meglátásom, hogy, hogy na most, és ahogy mondod, hogy jól megfogtuk ezt a fiatal hülye gyereket, hogy még azt sem tudja elmondani, hogy mi az alany, meg a tárgy, meg az állítmány ebbe a mondatba, ami teljesen helytelen, és hát nyilván ez lenne a cél, hogy, hogy ezt így felszínre hozzák, hogy ez így nem jó, és ezzel csak megerősítse azt a nézőben, aki nézi ezt a műsort, hogy Hát igen, ezeknek a fiataloknak nem, hogy kevesebbet, még többet kellene tanulni, mert hogy egyáltalán azt se tudják, hogy miről beszélnek. És ellenben ugye az a réteg, aki meg mondjuk a másik oldalon lenne, aki mondjuk belátja azt, hogy ez a szlogen, vagy mozgalom, amit ők csinálnak, ez, ez nem arról szól, hogy van benne alanyállítmánytárgy, stb., hanem hogy ez egy frappáns, rövid, könnyen alkalmazható Emlékezetes dolog. Tudni fogom, hogy miről van szó, hogyha mondják nekem ezt a felhívást vagy mondatot. Tehát ez egy, ez egy marketing fogás, gyakorlatilag egyik oldalról, másik oldalról pedig belekötnének, hogy jaj, hát a hülye vénember ember most minek kötekszik a helyet, hogy hagyná szóhoz jutni. De ugye ez, ez a gondolat soha nem fog megformálódni rajtunk és a hallgatóinkon kívül, akik most ennek főtanói lehettek, mert ez a réteg nem nagyon fogja megnézni ezt az interjút. Úgyhogy, úgy, amellett, hogy valóban egy, egy bosszantó Stratégia volt ez mint mint riportkezdés, szerintem még ez is bőven mögötte lehetett, hogy egyszerűen a nézőit is próbálta befolyásolni Velkovics, hogy igen, na hát a fiataloknak nem hogy kevesebb, hanem még több tanulásra lenne szükségük, mert hát nézzék meg, hogy ez a fiatal generáció, a jövőnk az hol tart, hogy még egy normális mondatot se tudnak összerakni. És hát mennyire beszédes volt az a mondata, amikor azt mondta, hogy, hogy, hogy itt én kérdezek egy, egyelőre a stúdióban. Mint hogyha é. csak azt mondta volna, hogy, hogy a teremben én vagyok az, aki kérdez. És ez mennyire Mennyire illeszkedik a magyar oktatási rendszerhez, hogy itt nincsen diskurzus, itt nincsen kérdés. Amit én elmondok, az úgy van, azt neked nem kell vizsgálnod, azt neked nem kell kritizálnod, neked egy dolgod van vele, hogy bebiflázd aztán, majd amikor eljön a számadás ideje, akkor majd jó dolgozatot írják, különben egy ötöskálán rosszul fogunk értékelni, alacsony értéket mm -hmm. fogsz kapni. És ez tökéletesen demonstrálja, hogy, hogy működik az oktatási rendszer. Menjünk is rá az egyik modellre, amit én gyakorlatilag az egyik legszignifikánsabbnak érzek, mert több emlékem is van ami ami ezt nagyon jól be tudja mutatni. Én úgy hívom, hogy biomassa, a biomassa modell. És lényegében azt akarja, röviden megfogalmazva, hogy a magyar oktatási rendszerben te maga vagy az osztályod. De a te, hogyha te rossz, rossz dolgot csinálsz, te rosszalkodsz, akkor az osztályod rosszalkodik. Hogyha, hogyha egy gyereknek rossz a magatartása, akkor az, az alapján megítéli a pedagógus az egész osztályt, viszont hogyha egy gyerek rosszalkodik, akkor azért valakinek bűnhődnie kell, és akkor az egész osztály fog bűnhődni. Elmondok egy emléket, egyszer általános iskolába jöttünk vissza óráról. És amikor mentünk be a terembe, akkor azon kaptok magunkat, hogy két osztálytársunk egymást fújkodja a dezodorral a teremben. És emiatt a terem annyira tele volt ilyen fullasztó sprével, hogy nem lehetett bemenni. Tehát tudjátok, milyen az, amikor tele telefújsz egy szobát ilyen légfrissítővel, vagy nem tudom mivel, hogy így gyakorlatilag el, elakadályozza a légzési képességedet, mert hogy így gyakorlatilag telem egy ilyen, ilyen, vegyszerrel, nem tudom, nyilván nem figyeltem oda az általános iskolába, de hogy, de hogy, de hogy gyakorlatilag nem, 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 tudtunk bemenni, és így szabályosan bementünk volna, de hogy nem, nem, voltunk rá képesek, és így megálltunk így a terem előtt, és így néztük, hogy egyrészt, hogy hagyják már abba, vagy, vagy hogyha már abba hagyták, akkor így szelőzzön ki, vagy hogy így esel a földre a spré, hogy, hogy így végre be tudjunk menni, hogy tudjunk levegőt kapni. És hát arra jött Piroska néni, egy ilyen 70-hez közeli tanár, és megszeppenve tapasztalt, ami így a sarkon voltunk így a folyosó végén, ami tervünk így úgy fordult be, és hát megszeppenve tapasztalta, hogy miért nem vagyunk a teremben, amikor mindjárt kezdődik az óra. Még nem is vele volt egyébként óránk, hanem, hanem, mással, csak ugye keresztül ment rajtunk, a legközelebb voltunk a tanárihoz. És így azonnal mondtuk neki, hogy hát nem tudunk bemenni, mert hogy a két osztálytársunk szétfújkotta a termet ezzel a, ezekkel a dezodorokkal, és, és gyakorlatilag nem lehet levegőt venni. Mire ő nem csinált egyebet, mint a tenyerével ilyen terelő mozdulatot formázva, így, így kitartotta azt, és annyit mondott, egyék meg, amit kifőztek, és beterált minket a terembe kifőztük, értitek? Kifőztük ezt a, ezt a kis turpisságot. Igaz, a két osztálytársunk hajtotta végre, de mi is a, a, az ő osztályuknak a része vagyunk. Most aztán bűnhődjünk akkor, hogyha már kitaláltuk, akkor, akkor együk is meg és, és ez, ez, annyira, annyira tipik, ez annyi, tehát hogy talán ez a legelhatárolhatóbb része, vagy modellje egyébként így a pedagógusok működésének, hogy a tanár szemében te az osztályod vagy. Ha az osztálytársad rossz, azért te is felelős vagy. Ha te valamit rosszul csináltál, az osztálytársaid is bűnődni fognak. Igen, egyébként ez is például egy olyan dolog volt, aminél egyből a katona segított eszembe, hogy a rezső közlegénynek nincsen bekötve a bakancsa. Na hát akkor mindenki lenyom 50 fekvő támaszt. És egy, egy ezért gondolkoztam el, hogy vajon hogy van-e valamilyen régebbi szorosabb kapcsolat a, két intézmény között, hogy nyilván amikor még volt kötelező sorkatonaság, akkor gyakorlatilag már az iskola próbált minket erre felkészíteni. Ezt is simán el tudom képzelni. Hát ugye a különbség az, az manapság már, hogy nincsen sorkatonaság. Sőt, most már, hogyha nagyon-nagyon szeretnél katona lenni, akkor megcsokolják a lábot, hogy köszönjük szépen, vagy valami. De szerintem ez a, ilyen jellegű mentalitás, hogy, hogy minden szépen rendben, fegyelemben, hogyha valaki elkövet valamit, akkor, akkor azért egy masszaként vagytok felelősek, hogy tényleg nem, nem az egyénről van szó, hanem, hanem erről a kollektíváról. Szerintem valahova ide vezethető vissza, hogy próbáltak talán még erre is felkészíteni, hogy, hogy valamilyen szintű rend és fegyelmet, meg, meg úgy az egésznek a rendjét megtanuld, mire a katonasághoz érsz. Simán, simán el tudom képzelni, hogy ez egy ilyen hagyatéka, egy ilyen, megint csak egy letűnt kornak. Egy másik emlékem, ami szintén a biomassza modellt erősíti, az középiskolában keletkezett, mert amikor elsős voltam, ugye az előző epizódban elmondtam, hogy így szatosan meghúztam magam, és hogy így, és hogy senkinek, senkinek, nem szóltam be, egy rossz tekintetem nem volt a tanárokra, meg mit előzékeny próbáltam lenni, meg tényleg nem, 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 nem egyáltalán, nem voltam az a fajta gyerek, és egyik reggel így vártunk így a terem előtt vagy mellett, nem tudom, volt ilyen kis beugró, és arra jött Bundef tanárnő, aki mindenki számára ismerős, aki a pákeres Pálkereskedelmi szakközépiskolában járt, még mondjuk úgy a 2000-es évek közepét megelőzőleg. Egy ilyen alacsony kis kontyos nő volt, és szinte biztos, hogy semmi egyébre nem tartották, mint a tanulók terrorizálására mert hogy ez volt a dolga, ment a folyosón, és, és mint valamilyen ilyen kiképző tiszt, így így, 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 belekötözgetett a gyerekekbe, valami, valami nem tetszett neki, vagy, vagy csak valami következtetéssel élt, hogy mit én, arról jön a gyerek, biztos rosszalkodott arra felé, akkor valami büntetés kiszabott neki, vagy csak helyre tette, vagy nem tudom, valami ilyesmi. De erre tartották lényegében. És arra jött, és így, és így ilyen, ilyen, rámutatás szerűen így összeszed tehát pár elsős fiút. Hogy így ment a folyosón, és így mondta, kiemelt egy-egy ilyen tanulót azok közül, akik várakoztak, hogy kicsák a termet, hogy velem jössz, te is gyere, te is, te is, meg te is, akkor így ment tovább, már eleve volt vele egy néhány gyerek, tehát hogy, így ment végig a folyosón így az elsős osztályok közül összeszedett pár gyereket, és akkor így mi is sorra kerültünk, elment mellettünk, gyere te is, meg te is, volt egy ilyen nagyon rossz osztálytársa, mondta, hogy juhász, te is gyere, és így mentünk vele, mint valamilyen kontingens, így nem tudom, ilyen 5-6 ilyen elsős gyerek, és elvitt minket a fiú WC-be. Eddig még pikánsan hangzik, csak hogy a fiú WC-ben nem egy pornófilm kezdődött, hanem a következő kép fogadott minket, lényegében ki volt tapétázva WC papírral. Tehát gyakorlatilag egy ilyen kisebb vandalizmust hajtottak végre a WC-n, talán mondjuk előző délután, azzal, hogy kihúzták a WC papírt a tárolóból, és így beterítették vele a, a, a fiú mosdót. De nem, nem, volt koncepció, csak így, így rángatták ki, mint valami állat, és így dobálták, így, így végig, végig lökték így a, az ilyen, ilyen mosdófülkéken, meg, meg hát csak így tényleg tele volt cseszve az egész így WC papírral és értetlenül végignéztünk a helyszínen, nem is értettük, mert minket is meg, meglepett, mert hatalmas rumli volt, és így és így Bundev tanárnő így ránk nézett, és közölte, hogy ezt most ti feltakarítjátok, mert ilyesmi eddig itt még nem történt. Tehát itt az történt, hogy mivel ez a cselekmény precedens értékű volt, tehát előzmény nélküli, az lett érte a felelős, akinek az érkezése időben a legközelebb állt a cselekmény bekövetkeztéhez. Lényegében levezette, hogy a többi osztály, nem lehetett, mert eddig ilyesmi még nem volt. Viszont mi, most mi vagyunk az elsősök, tehát mindenjel szerint mi voltunk. Mert most érkeztünk tehát. Mi, 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 követtük el? Hozzánk köthető a leginkább. Ha nem érkeztünk volna, lehet, hogy ez be se következett volna. Tehát mi vagyunk érte a felelősök, és hát ilyen kéretlenül neki kezdtük, mondtam én ilyen, ilyen ö, hogy mondjam, úgy voltam vele, mint a sorstalanság, vagy mint a Saul fia, hogy így abszolút -e próbáltam így, így igazodni ezekhez a dolgokhoz, meg hogy minél inkább elkerülni a surlódásokat, és hát hogy, oké, elkezdtem így összeszedni pár, pár ö, ilyen szelet wc papírt kidobtam, nem csináltam belőle ügyet, meg annál hamarabb túl leszünk rajta, annál kevesebb oka lesz belém kötni, vagy hasonlók, és miközben takarítgattuk, a osztálytársam konkrétan azt csinálta, hogy a tárolóból vett ki wc papírt és azt dobta ki, tehát ugye ennyire foglalkozott a bundev tanárnő ezekkel a dolgokkal, és miközben Takarítottuk. a Bundev tanárnő folyamatosan korholt minket, hogy mit képzelünk magunkról. Minden normális ember számára egyértelmű lehetett volna, hogy ez nem törvényszerleg, ezt a cselekmény nem törvényszerleg azok követték el, akik most érte bűnhődnek, de Bundev tanárnőt ezek a dolgok nem érdekelték. Neki egy dolga volt, felelős kellett találni, és ő megtalálta az elsősökben és annyira nem értem, hogy itt vajon a fejében végbe végigment az a, az a, logikai vizsgálat, hogy nem biztos, sőt, szinte biztos, hogy ezeknek a gyerekeknek nincs köze ez a vandalizmushoz. Vagy így kipipálódott egy ilyen checkbox, hogy felelős megtalálva, felelős kijelölve. És ez a, ez a magyar oktatási rendszer, hát undorító, felháborító. Igen, és ahogy korábban már ugye beszéltünk erről, engem is például idézőjelesen elkaptak, hogy cigarettáztam a WC-be, miközben tényleg nem csináltam semmit, és, és mi van? Uramisten, mi van akkor, hogyha véletlenül tényleg én csak pont akkor voltam vizelni a WC-n, amikor valaki bendohányzott, hát nem is tudom, ez egy elképzelhetetlen szituáció, és mind a két helyzetnél, a, ennél a WC papírosnál, meg a sajátomnál is azt érzem, amit mondtunk, hogy lehajtod a fejed, és még akkor is, hogyha tudod, hogy neked van igazad, ak akkor sem mit semmit mondani, meg sem mersz mukkanni, mert hogy úristen itt a, a tanárnak vagy igazgatónak van mindenképpen igaza, mert hogy ő itt a autoritás, és, és hát ugye, ahogy azt mondtuk korábban, az autoritásnak eleget kell tenni és engedelmeskedni kell. És azért így, így visszagondolva, igen, ez például egy olyan, olyan dolog, hogy ez a hatásköre a tanárnak, hogy mennyire tehet meg ilyen dolgokat, mert most az, hogy megüt vagy nem üt meg a tanár, nyilván ez is még téma lesz a későbbiekben is, az egy teljesen más kérdés, mint az, hogy ilyen szinten kollektíve megalázunk több gyereket, vagy nem alázunk meg, és persze egy tizenéves azt mondhatná ilyenkor csípőből, hogy hát azért, fizetjük vagy azért fizetik a takarítónőt, hogy takarítson, nem? Nyilván ez sem a legpolitikailag korrektebb megoldás, mert ugye hát valahol van benne igazság, de ettől függetlenül Uh, igen, ezek a szituációk, ezt tényleg én is úgy érzem, hogy csak egy ilyen checkbox lehetett, hogy na, akkor ezzel többet nem kell foglalkozni, nem kell órákat, napokat azzal tölteni, hogy megtaláljuk a, a tényleges felelőst, hanem most akkor itt van az a 5-7 uh, fiú, aki ezt szépen elintézi, és akkor innentől kezdve ők már biztos nem fogják ezt megcsinálni, mert tudják, hogy mi a következménye. Elég érdekes elég érdekes felfogás, az biztos. Mondok még egy példát, ami megint csak a biomassa modellt erősíti. Ugyanebben az iskolában az évfolyam társaimmal történt meg a következő eset, amit én ugye másodkézből hallottam, ugyanis az érettségi után sokan maradtak ötöd éven, mert volt egy ilyen lehetőség, hogy az iskolában valami szakmát így tovább tanultak, és egy csomóan féltek kiszabadulni a nagybetűs életbe. És engem is ösztönöztek, hogy maradjak, mert meg hát csináljam meg azt a szakmát, az iskolának is érdeke volt valamiért, de nekem az volt a megérzésem, ami be is igazolódott, hogy hiába veszel részt egy felnőtt képzésen, hogyha a volt iskoládnak az ötöd éve az, akkor ott ugyanaz a hülye kis csicska leszel az iskola szemében, aki négy évig voltál. Tehát nem válsz hirtelen felnőtté, hanem ugyanazokra a lecseszésekre leszel érdemes, hiába egy 18 éven felüli felnőtt képzésben résztvevő fiatal ember vagy. És így is lett egyébként, mintha mi sem történt volna, az évfolyam társaim ugyanúgy kapták a lebaszásokat, mintha csak elsősök lennének. És egy alkalommal az történt, hogy ellopta valaki az egyik tanár értékeit, úgyhogy bement a tanáriba és kirámolta a táskáját. És hát megint csak felmerült a probléma, felelőst kell találni. Nem ám a megoldást, tehát nem ám azt mondani a, tanárnak, hogy mostantól vidd magaddal a rohadt táskádat, hanem a felelős, a mindennél fontosabb a felelős megkeresni. És az igazgató végül azt az osztályt, vagy csoportot tette felelőssé, akikkel a lopásnak áldozatul esett tanárnak a lopás idején órája volt, hiszen minden bizonyal ők adták le a drótot a tolvajnak, hogy most lehet menni lopni tőle, mert nincs a tanáriban, mert velünk van. Tehát ez volt a logika, ez volt az elképzelés. Rendkívül ostoba. Tehát hogy így szélsőségesen hülye Igen. a koncepció. És ebben az iskolában rendszerint úgy történtek a lebaszások, már pedig én elég sokat tapasztaltam, mert egy rosszabb osztálynak a tanulója voltam, és állandóan kaptunk lecseszéseket, hogy, hogy berontott az igazgató, vagy az óra közben, vagy a szünetben, és úgy korholt minket 10 percen keresztül, hogy azt sem tudtuk, hogy miről van szó de ezt senki nem merte szóvá tenni, mert az első, aki megszólalt volna, hogy megkérdezhetjük, hogy miért kapjuk ezt, akkor az lett volna a lebaszás alanya. Tehát onnantól kezdve ránéz az igazgató, és ő kap meg mindent, ami a hátra van még a, a lecseszésből. És, 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 valami elképesztően ilyen, ilyen, ilyen ilyen húsba vágó volt ez az élmény, egy csomó ilyen emlékem van, hogy bejön az igazgató, és így nem hiszem el, hogy mit képzeltek magatokról, azt hiszitek nektek itt mindent lehet, nem fogok veletek lacafacázni, most aztán lépések lesznek, kihívom a rendőrséget, és így, így emlékszem, ötletünk se volt egy csomó ilyen alkalommal, hogy miről van szó, aztán valahogy így rájöttünk, nem az igazgató által, miután, miután elment valahogy így a legenda eljutott hozzánk, hogy ezt miért kaptuk, és ezzel az osztályjal és ez volt, hogy bement, elkezdte mondani, hogy nem fogok veletek lacafacázni, meg efélék, és hát egy keserédes fordulathoz érkezett az eset, ugyanis az igazgató, igazgatónő annyira belefeledkezett a lebaszásba, hogy kilazult a protkója, pedig nem volt annyira öreg, amit nem tudott így adhok helyrehozni, úgyhogy jobbnak látta inkább a mondat felénél ö, ö, befejezni a lecseszést, és kiviharzott és ez egy ilyen, hú, egy ilyen nyitott szájjal a faszerdőbe, tehát ez így, ez így, hát megérdemelte szerintem. És ez milyen már basszus, tehát, hogy eleve, tehát mindez a, ez a biomassa modell, hogy, hogy te, te egy ilyen, egy, ilyen, élő és lélegző hústömeg egyik, egyik végtagja vagy. Ha, ha a másik végtag ö, valami baj van, akkor, akkor az téged ugyanúgy érint. Ez így gondol rád a pedagógus Magyarországon. Ö, és hát a felelősség, felelősség megtalálása is ugyanez, hogy ellopták a, ellopták a táskát, Ö, nem ám feltárni, hogy miért lopták el a táskát, hogy tudott egyáltalán bejutni a tanáriba a tolvaj, úgy, hogy senki nem vette észre, miért hagyta elől a tanárnő a, az értékeit, miért nem vitte magával, miért nem raktál a szekrénybe egyáltalán miért magával olyan értékeket, nyilván pénztárca efélék kell, hogy nála legyen, de, de csessze meg, hát nem, nem, akkor ezek szerint nem volt őrzött a tanári, meg e Ezekkel mind lehetett volna foglalkozni, de nem. Meg kellett találni a felelőst, és az, azt jelölték ki felelősnek, azt az osztályt, aki, akinek órája volt akkor a tanárnővel, mert nyilvánvalóan csak is ők lehettek, vagy hát ők, von, ők voltak hozzá a legközelebb, hogy, 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 hogy a felelős minőségüket elnyerjék, mert velük, velük volt órája a tanárnak. Nevetséges. Amikor egy nagyon rövid ideig pedasszisztens voltam, akkor ugye végül is rátekintettem erre az egész iskola témára egy másik oldalról és hát nyilván nem, mint konkrétan tanár, és nem élhettem meg annyi évfolyamot, osztályt, meg mindent, mint egy, egy nem tudom már 20 éve tanító tanár, tehát nyilván még egy sokkal frissebb, érintetlenebb szemmel tekintettem erre a, akár a biomasszára is és azt kell mondanom, hogy, hogy talán az még egy dolog hogyha például ugye téged is fogtak és berángattak a WC-be 5-6 másik sráccal, hogy na akkor most ti takarítotok nem érdekel, hogy ti csináltátok ez még egy eset, de azt kell mondanom, hogy azért én egy-két alkalommal megfigyeltem azt, hogy teljesen tisztában van a tanár, hogy aktuálisan uh, ki mit csinált, csiintalankodott, meg hasonló, de ettől függetlenül azt az utat választja, hogy kollektíve le lesz baszva mindenki, és ez szerintem sokkal rosszabb, mert, mert ez azt jelenti, hogy ő tudatosan dönt úgy, hogy nem érdekli, hogy Józsi, Béla vagy Gizi volt a hibás, hanem, hanem általánosít, és tényleg egy biomaszaként kezeli. És ez szerintem sokkal rosszabb, mint amikor tényleg van egy, egy ilyen nagyon szokatlan és egyedi szituáció, hogy na, itt most valaki rohadt nagy rendetlenséget csinált a WC-ben, és nem lehet tudni, hogy ki az. Erre még, ha nagyon-nagyon szeretném, akkor tényleg rá lehet húzni azt, hogy muszáj volt valakit keresni, mert ö, lehet itt akármilyen magánnyomozót meg megkérni, hogy segítsen, nem biztos, hogy egyáltalán rá lehetett volna jönni egy kivégeztet. De mondom, az, amikor tudatosan úgy döntesz, hogy, hogy leszarod, és nem érdekel, hogy melyik volt, és ki csinált, és mit csinált, hanem tényleg még azt is gyakorlatilag megbünteted, aki, aki nem csinált semmi rosszat, ez, ez szerintem a rosszabbik oldal. Az Önkényes Mérvadó című rádióműsorban is egyszer említette a műsorvezető Horváth Oszkár a saját élményét, hogy gyakorlatilag állt a folyosón, szünetben, arra jött a tesi tanár, és így rámutatott a folyosón egy, egy, egy ilyen elejtett zsebkendőre, hogy, hogy ezt te felszeded és így mondta neki, hogy nem szedem fel. És így összebalhéztak, hogy hát már pedig, hogyha szemet akkor fel kell szedni. De mondja, hogy nem én voltam. Tehát nem az a lényeg, ugye, mint tudjuk, hogy ki volt, hanem hogy kinek van kiadva a, a feladat, hogy takarítson. És elvileg így őre mentek lényegében. Én ezt sose gondoltam volna egyébként. Én világéletebe azt hittem, hogyha megütnék egy tanárt, akkor kirúgnának és egyáltalán nem, nem ismernék ösztökélni senkit arra, hogy vegye fel a harcot a tanárral, de hát nyilván egy, 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 nem az nem, és hogyha egy tanár azt érzi, hogy a, a kimondott szóért neked pofon jár, akkor hát nem tudom, nyilván ennek lehetnek következményei. Igen, és hát uh... Tehát, hogy mondjam, nyilván rengeteg szituáció lenne, amit parancs helyett egy kéréssel simán meg lehetne oldani, mert ha még az adott illető nem is, akiről most az a történet szól, de de szerintem rengetegen lettek volna, akik, hogyha azt mondja a tanár, hogy lennél olyan szíves, és fölveszed ezt a szemetet a, a, a földről, még akkor is, hogyha nem te ejtetted le, szerintem sokkal többen ö, reagálnának pozitívan, és tényleg fölszednék a szemetet, ö, de valahogy ez, ez úgy látszik, hogy nem akar berögzülni, hanem itt tényleg. Autoritás, parancs, kényszer, ezek, ezek így a kulcsszavak. Következő modellünk a Üsse Kavics névre lett keresztelve, legalábbis én neveztem el így, mert egy emlékemhez visszavezethető. Ez az érv, hogy Üsse Kavics, ez elhangzott egy biológia feleletemnél, amikor is a tanár azon lamentált, hosszú perceken keresztül, hogy megadja-e nekem a jobb jegyet. Hármas helyett négyest, vagy valami ilyesmi, talán még nem is annyira jó, hanem kettes helyett hármast, inkább azt reálisabbnak érzem, és emlékszem, hogy én azt se tudtam, hogy mit csinálok ott azon kívül, hogy számon kérik a tananyagot, tehát kiálltam, valamit elmondtam, elmakogtam a tananyagról nyilván lehetett volna jobban is, nem érdekel, és emlékszem, hogy adott egy ilyen, egy ilyen, hegyi beszédet, hogy hát tudsz, te akarsz, meg ezért mondom neked, hogy tanulnod kéne, meg, meg elfér, de hogy nem, 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 és emlékszem, így bambult, így, 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 leereszkedően nézett így a naplóra, így, így, így merengett rajta, hogy most mit, mi legyen, mit csináljon, még így matatott is a Toljával, vagy nem tudom, tollával, és aztán végül így, ilyen elhaló, ilyen elcsukló hangon így mondta, hogy Kavics, majd beírta a jobb jegyet. Tehát megszánt engem, csak azt nem értettem, hogy miért, mert egy élettávlatában én ennek a jó indulatnak olyan előnyét élveztem, ami csillagászati mértékben is kifejezhetetlen. Tehát a semminél is kevesebbet nyertem azzal, hogy ő akkor engem megszánt, és nem kettest adott, hanem hármast. Nyilvánvalóan ő a, a klasszikus pedagógusi keretei közül ö, kvázi jogellenesen kilépett, amikor ő úgy adott nekem hármast, hogy nyilván érezhetően nem szolgáltam rá, mert hogy üssekavics, ez volt a. Ez volt a kifejezés, amely megjelölte azt, hogy hát igaz, igazság szerint rendes lesz, és megadja azt a hármast, Üssek Igaz, ő azt hitte, hogy én itt most majd tepes, tepe, teperni fogok a jobb jegyért, hát nem sikerült annyira jól ez a felelet, Üssek megkapom a kettes a hármast. És így ott is éreztem, hogy mire van ez? Meg hogy így minek? Hogy én ezzel mit nyertem? Hogy most akkor hármas lettem, kettes helyet, és minél idősebb vagyok, annál inkább azt érzem, hogy mi a franc múlt ezen. Hát én ezt nem bírom jobban nevesíteni, hogy egy élet távlatában ez, hogy ő, hogy, ő, hogy ő azt mondta, hogy üssekavics, és inkább beírta a hármast, hogy én ebből semmit nem, nem, nyertem, viszont vesztettem, mert ott abban az rohadt pillanatban elhitették velem, hogy ezen múlik most minden. Hogy ennél nagyobb jelentőségű életeseményem eleddig nem volt még az életemben, hogy nekem most el kell dönt döntenem, hogy a egyszikű vagy kétszikű tököm növények közül én, én, én tudjam a helyes választ, és annak megfelelő jegyet kapjak, és hogy ez, erre most én kettes kapok, vagy hármast kapok, és, és, és ez a tanár, ez elítette velem, hogy ezen igen, igenis múlnak dolgok, hogy én most ezen, ami basszus ilyen, ilyen abszolút ilyen töredék szakasza volt az én nyolc évennek, amit általános töltöttem, amiről én meggyőződésem, hogy semmi, de semmi haszna nem volt az életemre nézve. Na ez erre az élet pillanatra mondta azt a tanár, vagy legalábbis próbálta velem elhitetni, hogy, hogy ez, ez egy jelentőségteljes dolog, hogy ezen sok múlik, amikor tudjuk, hogy a semminél is kevesebb. Igen, hát biztos rengeteg irányból meg lehetne közelíteni ezt a szituációt, mert ez a tudsz ha akarsz, meg a rengetegféle fajta megfogalmazásra gyakorlatilag ennek a mondani valónak, azért az, az engem is néha-néha érintett, mert ugye a tanár mondta, hogy hát tényleg, hogy hogy jaj, hát hogyha csak egy kicsit tanulnál, meg csak egy kicsit izé, visszavennél a lustaságodból, meg mit tudom én, de hogy mint, mint, motivációs eszköz, egyszerűen nekem is egy tök fura dolog, hogy most az, hogy kettes helyett hármast kapsz, és akkor, és akkor ez úgy van fölvezetve, hogy hát, na jó, lásd, hogy milyen jó szívem van, vagy nem is tudom, hogy gyakorlatilag, ugye, hogy lehetne folytatni ezt a mondatot, hogy Na jó, most az egyszer megkapott, de legközelebb. Tehát az a helyzet, hogy nem nagyon tudom úgy folytatni a mondatot, hogy ennek így legyen bármi értelme is, és hogy neked is gyakorlatilag, mint eszköz, ez, ez hogy át, hogy, hogy most te elmondtál valamit a saját tudásod szerint, ki tudja, hogy mennyi időt fektettél bele abba, hogy ezt a dolgot megtanult, de hogy az, hogy ő, hogy ő ott lamentál két percen keresztül, és eldöntse, hogy te most jobb vagy rosszabb érjét kapja, nem értem. Tehát akkor legalább kérdezné meg, hogy na, Rezső, te hogy érzed, hogy ez hogy sikerült ez a felelet? És akkor, és akkor te mondasz valamit érzés szerint. Ez, ez is egy visszatérő probléma, ez, hogy mit érez a diág, ez senkit nem érdekel. De hogy azt mondod, hogy hát, talán egy gyenge hármas, nem tudom. És akkor erre mondhat valamit a tanár, hogy na jó, figyelj, tudod mit? Akkor még válaszolod meg nekem azt a kérdést, hogy miért kétszikű a kétszikű, és akkor te erre mondasz valamit, és akkor kapsz egy jegyet. És, és tehát, hogy, hogy egy, nem azt mondom én, hogy egy órákig tartó diskurzust levezetni egy felelet után, hogy ki mit kapjon, de hogy azért rengeteg oldalról meg lehetne közelíteni ezt, mert ennek így tényleg szerintem semmi értelme nem volt, mert, mert úgy ültél le a, valószínűleg a helyedre, hogy jó, akkor most kaptál egy hármast, oké, okay, de hogy hosszú távon valószínűleg tényleg semmi, hát ahogy mondtad is, semmi gyümölcse nem lett ennek a, az egésznek, sőt, igazából talán még a mai napig sokkal értetlenebbül állsz ott, mint hogyha egyszer csak rávágta volna azt, hogy kettes vagy hármas, nem? Tehát egyszerűen nem tudom, ezek a metodikák tök furák, és, és ahelyett, hogy, hogy normálisan átgondoltan ez így le lenne vezetve, egy ilyen tök fura stratégiát választott. A következő modell, amiről beszélnénk, azt úgy kereszteltük, hogy struc, mert hogy egészen közeli kapcsolatot ápol a struc politikának hívott megközelítéssel. Az a benyomásom, így az a, a ifjúkoromat szemlélve, hogy bizonyos határértéken túlmenően e, már kiég a pedagógus relé. Azaz egy pedagógus már nem vesz tudomást az atrocitásról, hogyha sú, ha egy, egy bizonyos határon megy és súlyosabban áll, mint amit fel tud dolgozni vagy éppen úgy oldja fel a diszonanciát, hogy megszabadul az ágensektől, tehát kirúgja őket. Tehát kiszorja, nem a pedagógus, hanem az intézmény kiszorja az ilyen renitens elemeket, ami szerintem ilyen évszázados megoldás, csak azt gondolna az ember, hogy így a 21. században egy picit több telik egy iskolától, mint hogy amikor valaki, valaki valami problémás reakciót prezentál, hogy mit cigarettázik, vagy verekszik, vagy ilyesmi, hogy annak irányt mutat forgatni, meg kezelni, meg efélig. Ehelyett, első kézből tudom, a középiskola, ahova jártam, nem átallott az ilyen tanulóktól egy az egybe megszabadulni. És hogy egy picit közelebb tudjunk kerülni ahhoz a felálláshoz, amikor kiég a pedagógus relé, elmesélek egy újabb emléket. Az általános iskolában volt egy osztálytársam, aki így a párja volt. Tehát hogy lehet, hogy minden osztálynak van egy ilyen kicsit ilyen ilyen többet csesztetett tagja, ö, mit én, hogyha valaki hozzáér, akkor azt a, azt a fertőzést azt át, kell, át kell adni másnak, ugye ez a te vagy a XY, meg ugye akivel csúfolják egymást a gyerekek, hát nálunk, nálunk is volt egy ilyen, nem nevezem meg természetesen, de hogy amiről az előző epizódban is beszéltem, hogy lényegében volt egy eset, amikor a szünetben e ezt a srácot az osztály bullia tehát az osztály ilyen kötekedősebb, nehezebb természetű gyereke, berángatta a fiú WC-be. Ennek az ilyen kötekedős gyereknek a haverja felügyelte, hogy senki ne jöjjön addig be a WC-be, amíg ez a srác el nem intézi a dolgát a, 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 a párjával. És lényegében onnan tudom, tudtam meg, hogy a... A osztályfőnökünkkel volt egy óra, nem, nem, nem tudom mikor, nem sokkal ezután, ahol ez a srác, tehát a párja gátlástalanul elmesélte, hogy, hogy mit tett vele a bulli. És lényegében önkielégítette a, 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 a fiú WC-ben a srác, és a kezébe élvezett és belekente az ondóját, a páriába, majd mondta, hogy most már te is egy sperma vagy, ezt, a, ezt az elbeszélésből tudom, mert hogy az információ valamiért eljutott az osztályfőnökhöz, szerintem ez a sértet jelezte neki, és a következő óra elején az ofő hát beszámoltatta a sértettet mindenki előtt az atracitásról. Uh -huh. és, és emlékszem arra is, hogy, hogy ez a gyerek váladékként hivatkozott az ondóra, és, és emlékszem erre a mondatra is, hogy hát is mondta, hogy most már te is egy sperma vagy. És hogy mi volt az ofő reakciója? Ez mondjuk általános negyedikben volt egyébként, vagy lehet nem negyedikben, ötödik, hatodik, talán maximum, nem emlékszem. De az főnek a reakciója az volt, hogy lebaszta az egész osztályt. Tehát ismétlem, lebaszta az egész osztályt, ami úgy nézett ki, hogy ült az asztalnál, és többes számban dorgált minket. Tehát például ilyeneket mondott, hogy nem tudom, mit képzeltek magatokról, és közben a szemével az egész osztály osztály tanulóit pásztázta, és, és mindenkire, akire, aki így, a, így a szem elé került, arra így ránézett, és közben neki is, tehát így, így effektíve mindenkinek mondta, hogy, hogy el vagytok szemtelnedve, és el vagytok kanászodva, és e majd, miután ezt az öt percet így leművelte, ment tovább a tanítás. Nem tudni, hogy lett a következménye, én nem tudtam róla, nem értesültem róla, mind a kettő osztálytársunk maradt tovább velünk, amíg el nem ballaktunk. de ez annak a, a problémának a fényében igazán meglepő, hogy ugyanettől a tanártól én, én harmadikos, vagy nem tudom, másodikos kisgyerekként akkor a lecseszést kaptam, amikor elkövettem azt a hibát, hogy így nem követtem az órát, meg nem csináltam meg a feladatokat a munkafizetben, meg e félék. Ennek a sokszorosát, és azt én kaptam, azt nem az osztály kapta. Tehát ez a tanár még tudta kezelni azt, hogy én nem írom a tananyagot, vagy nem oldom meg a feladatokat az osztálya de azt már, hogy az egyik gyerek ráveri a másikra a fiúvécében, azt már nem tudta kezelni. Kiterjesztette ezt a problematikát az osztályra, adott egy általános ilyen, ilyen pedagógus lecseszést, hogy mit képzeltek magatokról, meg nem tudom, hogy hova gondoljátok magatokat, meg hasonlók, majd ment tovább a tanítás, elvégezte a dolgát. Hát hála Istennek azért én ilyen durva ö, példákat és eseteket nem éltem el, de igen, hát sajnos itt, itt jönnek elő azok a dolgok, hogy már vagy úgymond a, a, az off magában azt gondolja, hogy én túl öreg vagyok már ehhez a szarhoz, vagy egyszerűen tényleg nem, nem tudta, hogy kezelni ezt a problémát, pedig ezek tényleg olyan dolgok lennének, és hát nyilván ez világszerte előfordulhat, hogy, hogy egyszerűen Lehetne azt mondani, hogy nyolc különböző végzettségre lenne szüksége valójában egy tanárnak, hogy pszichológus, meg minden egyéb, eh, ahhoz, hogy normálisan tudjon navigálni eh, ezek között, a fiatalok között, mert azért bevallom őszintén, hogy nem sok ehhez hasonló példával találkoztam. Eh, aztán ki tudja, hogy tényleg mennyire volt ez gyakori olyan fiatalként. De hát igen, sajnos elszomorító, hogy, hogy egy ilyen rettentően komoly szituáció az, az így el lett simítva, hogy, hogy, egy picit megint előjött a, a biomassa feeling, hogy akkor szépen közösen mindenki le van cseszve, euh, még akkor is, hogyha itt van egy sértett, meg egy vádlott, akkor is jó van, mindenkit cseszünk le, hogy, hogy már mindenki hülye, és akkor, és akkor öt perccel később el van intézve a dolog, aztán megy tovább normálisan a tanítás, mint hogyha nem történt volna semmi. Ez rávilágít egy újabb problémára, amiről már beszéltünk így a epizód története során, legalábbis az utolsó néhány epizódban, vagyis hát a podcast története során, hogy nem hatékony a szexuális felvilágosítás az iskolákban, hova tovább nincs is. Az igazgatók nem mernek ezzel foglalkozni, nem merik betervezni, mert az a benyomásuk, az a felfogásuk, hogy őket fogják felelőssé tenni, hogyha valami például ehhez hasonló ilyen szexuális atrocitás történik. Nem tartom kizártnak egyébként, hogy egy-egy szülő, már pedig nyilvánvalóan a legrosszabb eleme az oktatási rendszernek a szülő, különösen azt gondolom, hogy pedagógus szempontból, vagy akár szülő szempontból is, tehát hogy az, azt is szerintem tudhatjuk, hogy a szülő legfőbb ellensége a másik szülő, hmm. vagy hát nem is a legfőbb ellensége, de, de ugye van, biztos vannak olyan szülők, akik így fogod a fejed, amikor így ülsz a szülői értekezleten, hogy hogy lehet ekkora tróger valaki. De hogy az a benyomás, hogy nyilvánvalóan, hogyha egy ilyen megtörténik, akkor az csak is azért történet meg, mert hogy a szexuális felvilágosítás órán elmondták, hogy gyerekek az a helyzet, hogy van ez az önkielégítés dolog, ezzel semmi baj nincsen, lehet, hogy a hittanórán mást mondanak, de valójában ez egy rendben, rendben lévő biológiai folyamat, hová tovább, hová tovább szükségét is érezhetitek, és nem kizárt, hogy szükséges is, úgyhogy nyugodtan csináljátok, nyugodtan kísérletezetek vele, csak valahogy tartsátok meg ilyen ö, klasszikus keretek között. És, és, és hogyha egy ilyen lezajlik, egy ilyen szexuális felvelegesítés, és megtörténik egy ilyen atrocitás, már pedig ugye megtörtént, emlékezetem szerint, akkor erre valamelyik szülő mondhatja, hogy hát ez nyilvánvalóan az iskolának a dolga, mert hogy a, a bulli nem hallott volna ilyesmiről, hogy van ilyen, hogy önkielégítés, meg spermakenegetés, meg hasonlók, hogyha az iskolában erről nem szerez tudomást. És nyilvánvalóan a döntéshozók ezt akarják elkerülni, de hát én emlékszem, ezután nem volt ilyen rendkívüli ö, szülői értekezlet, vagy legalábbis nem emlékszem rá, illetve nem részesültünk rendkívüli szexuális felvilegesítésben, hanem egész egyszerűen el volt intézve azzal, hogy megkaptuk a lebaszásunkat, mehetett tovább az iskola, uh -huh. a tanítás. Egy újabb példát említenék, szintén a Struc politikával összefüggésben. Középiskolában egy-két osztálytársam füves cigit hozott be egyik reggel, azzal a szándékkal, hogy a suli után majd elszívják. De hát ott voltak bent az iskolában, és ott volt náluk a, a, a füves cigi. És, mint említettem, egy ilyen viszonylag ilyen rosszabb leosztásban leosztású osztályba jártam, lényegében ilyen renitens elemek voltak, hogy hát így füvezgetni kéne, meg hasonlók, és volt köztük egy nagyon közönséges lány, akivel szemben joggal, érezhetett egy másik osztálytársnő súlyos ellenszenvet, mert ez a közönséges lány, ez túl tematizálta annak a tényét, hogy 14 évesen elvesztette a szüzességét. Tehát eleve állandóan minden szünetben az ő hangját lehetett hallgatni, és minden szünetben arról beszélt, hogy milyen volt elveszteni a 14 évesen azért annyira nem, nem hiszem, hogy ez így, ez így rendben van, és én úgy is emlékszem, hogy, hogy hogy ez nem volt téma az osztályunkban, és hogy így voltak ilyen idősebb baráty, barátaik a 14 éves osztálytársnőimnek, de hogy de hogy szinte biztosra vettem, hogy ez a szüzesség elvesztés téma, ez még úgy, ne, náluk még később van, mm. vagy hogyha nincs később, akkor nem csinálnak ebből ügyet, viszont ez az osztálytársnőm folyamatosan emlegette, és ha még ez nem lenne elég, azt csinálta, hogy oda mindenki, ez akár többször is, és megkérdezte, hogy te még szűz vagy? És hogyha mondtad, hogy igen, akkor mondta, hogy a szívás, és elment. <laughs> és egy alkalommal arrazzal büszkélkedett, hogy informatika órán felment a chatbot hura, és azzal szórakoztatta magát, hogy ráért random emberekre, megkérdezte tőlük, hogy te még szűz vagy, és hogyha azt a választ kapta, hogy igen, akkor megírta, hogy a szívás, és kilépett a chatből, és hogy ez mennyire jó. Tehát, hogy ez, ez a közönséges jelzővel illethető a leginkább. És ez a másik nőm, aki súlyos ellenszenvet érzett iránta, pont az ilyen, ilyen ellentétek miatt. Ez a rossz indulattól vezérelve úgy, dönt, hogy, úgy döntött, hogy elmegy spicliskedni, azaz elballagott a szünetben, amikor megtudta, hogy fű van náluk, elballagott az igazgatónőhöz, és elmondta neki, hogy az osztálytársnők füvet hoztak az iskolába. Egy srác volt még érintve, és az igazgató köszönettel vette a jelentést, majd szünetben berontott hozzánk, és elkezdett megint csak mindenkit lebaszni. Mint ahogy említettem, ez volt a módszere, bejön, és elkezdtük megkapni a magunkét, csak nem tudtuk, hogy miért. És amikor kiment, akkor mindenki pislogott, hogy ez most mi az Isten. Akkor ott valahogy így kiderült, hogy izé, hogy valami fűről van szó, meg valaki drogot hozott, meg efélék. Akkor emlékszem, hogy kicsit aggódtam, hogy csak ne, ne a táskámban rejtsék, mert nem fogom tudni kimenteni magam. meg Akkor elkezdődik az a narratíva, hogy biztos én is hoztam füvet az iskolába, hogy nálam tartották, vagy efélék. Nyilvánvalóan a szüleim előtt, és ezt ki kellene magyaráznom, feltételeznem, hogy, 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 hogy hittek volna nekem, de de ez egy kínos helyzet volt. És ö, ö, kiment az igazgató, emlékszem, osztálytársnő előkapta kapta az okniába rejtett hüves cigit, és azon kezdett idegeskedni, hogy hova rejtsék, elkezdték ezt valahogy így túlértékelni, maguk se nagyon értették, hogy hogy jutott az igazgatónő tudomására. Ö, végül nem az ablakon dobták ki, hanem a polcon volt egy ilyen művirágszerűség, egy ilyen rendkívül lehangoló, ilyen művirág, és annak a vázájába így betömködték. Viszont a rosszindulatú osztálytársnőm ezt is tudomásul vette, megint elballagott az igazgatóhoz, és ezt is lejelentette, hogy a konkrétan a művirágban kell keresni a drogot, most már ott van. Úgyhogy az igazgatónő újra eljött, egy, egy órával később, újra lebaszott mindenkit, csak ezúttal elkezdte kritizálni a terem díszítését, és emlékszem is, hogy mondta, hogy különben is hogy néz ki nátok itt minden, hogy néz ki, alig tartatok rendet, meg efélik, és emlékszem, hogy a kezével felborított egy vázát, mit ad Isten, a, azt a vázát, amiben füves cigi volt, így papírba csomagolva. És közölte, hogy amíg nem kap neveket egy papírra írva, senki nem megy haza, ha kell, akkor a rendőrséget is ide rángatja. És én évekig emlegettem, hogy erre mi esély van, hogy pont bejön és felborítja a vázát amiben a cigit rejtették, és csak miután leérettségéztünk egy ilyen házi buliba, találkoztam az osztálytársnőimmel, és ott tőlük tudtam meg, hogy ez, ez nem a véletlen műve volt, hanem, hanem a rossz indulatú osztálytársnőm lejelentette ezt a dolgot. Tehát, hogy így úgy csinált az igazgatónő, mintha csak felborította volna a vázát, és hogy történetesen megtalálja a füves cigit, valójában tudta, hogy ott kell keresni, csak megpróbálta leplezni, uh -huh. nehogy kiderüljön, hogy, hogy köptek. És hát a, arra a papíra nevek kerültek, szerencsére az enyém nem, és nem is voltam érintett ebben az egész dologban, és ilyen rendkívüli szülői értekezletet kellett összehívni az ofünknek, és emlékszem, az anyámat a sógorom kísérte el, mert apám nem ért rá, és a sógorom ott szembesült vele, aki egy ilyen huszon pff, egy néhány éves legény volt akkor, egy picit ilyen liberálisabb felfogással a könnyű drogokhoz viszonyítva, vagy azzal kapcsolatosan, és elhűlve tapasztalta, hogy a szülőknek Abszolút nem életszerű a könnyű drogokhoz való viszonya. Mert hogy ilyen mondatok hagyták el a szülők száját, hogyha az én gyerekemről kiderülne, hogy füvezett, azonnal vinném az elvonóra. És. Ö... Úgy tudom, még a sógorom csitította le a kedélyeket, azzal, hogy gyerekek, így mondta a szülőknek, hogy gyerekek, ez csak egy füves cigi. Mert hogy az ő fejükben még az a kép élt, amikor a szomszédokban a Magenheim doktor uh, reanimálja a srácot, aki túllőtte magát fűvel. Hát azt kérlek, nézzétek meg, mert az, az ilyen uh, grandiózus dolog, hogy kijön ki valami bokorból a gyerek, így mondják is így az erdészek, hogy szerintem füveznek, vagy nem tudom micsoda. kijön a gyerek, így kérdezik Alveriója, hogy na mi van megint belőtte, magad, és így beborul a, beborul a társaság közé, akik ott hagyják, kijön a Magenheim doktor, így megnézi, mondja nekik is a, a, az erdész, hogy hát szerintem füveznek, füveznek ezek a leny le 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 srácok, így megnézi a Magenheim doktor, majd így mondja, hogy rendben, reanimálunk, hozda defit. Tehát, hogy így ez volt a 90-es évek viszony, viszonyodása a könnyű drogokhoz, hogy túllövi túl magát a gyerekfűvel, reanimálni kell. És még otthon mondja az epizód végén, hogy ah, túllőtte magát a gyerekfűvel, nem tudtam megmenteni. És így mondja neki, hát ez a csúcs, mondja neki a, mit tudom én, nem emlékszem, nem tudom a szomszédokos karaktereket, de mondja neki az egyik, hogy hát így áll egy kis pálinkát, büdös, de erős. Érted, az egymillió alkoholista országában vagyunk, de, de a fű bőven előtt túl magad, de a kis pálinka az rád fér. A kis, jó kis magyar pálinka. Megkérdeztem egyszer egy kompetensebb ismerősömet, hogy mi történik akkor, amikor túllövöd magad a fűvel, és azt mondja, hogy elalszol. Hogy aznapra, aznapra neked csicsika van. és vágányaim doktornak meg reanimálnia kellett egy gyereket. Na és hát a sztorinak a vége, nem a szomszédok epizódnak, hanem a, a, dolognak, hogy a tanulókat eltanácsolták, az évet még kiárhatták, de hogy a szülőkkel megbeszélték, hogy hát nem fognak a gyerekek ebbe az osztályba járni, meg ebbe az iskolába. És hogy egyrészt ez a, ez a, sztori azt is demonstrálja, hogy gyakorlatilag van egy ilyen megközelítés a magyar oktatási rendszerben, hogy ki kell szórni a selejtet. Tehát, hogy nem szóltak nekik, hogy a gyerek nevelésében ti is részt vesztek, tehát ti, mint az oktatási rendszer én ha, 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 felelős pedagógus lennék, én megragadnám az alkalmat, hogy ezeknek a gyereknek ne csesződjön el az élete, hanem akkor legyek én az, aki megpróbálok utat mutatni, és legyek én az, akitől nem azt fogja látni, hogy leéllak a francba, mert drogot hozol a suliba, hanem leültetném és megkérdezném, hogy, hogy miért csináltad ezt, hogy mi volt az okod, nem, nem számon kérem, hanem hogy mit vártál ettől a dologtól, hogy ellazuljál, Keressük meg, hogy hogy lehetett volna ezt másképpen elérni. Vagy, vagy, vagy megkérdezném, hogy honnan szerezted be. Van esély arra, hogy ettől a sráctól még keményebb dolgokat is szerzel. Akkor legjobb lenne ettől inkább így, így elszakadnod, mert nem lenne jó, hogyha keményebb dolgokhoz nyúlnál. Ezt még azért csak csak tolerálja még a jogszabályi környezet is, meg az embernek az egészsége is nyilvánvalóan, de hogy nyilván azt kell ilyenkor elkerülni, hogy a gyerek el legyen kapatva. És erre a, a nem csak a, a, az otthon de még mondjuk az iskola is egy jó alkalom lenne, egy jó fórum. Ehelyett az iskola, én jártam, neki az volt a politikája, hogy ki kell szórni mindent, hogy így, hogy így füvet hoztál, nem jársz többet ide, és lesznek még ezzel kapcsolatos sztoriaim. Hát valószínűleg, bár ugye az én iskoláimban ilyesmivel nem nagyon találkoztam, hogy füves cigi, vagy akármilyen más drog, de el tudom képzelni azt, hogy abszolút felelőtlenül lett volna kezelve és megoldva egy ilyen szituáció, bár talán az én iskolámnak volt annyi presztízse, hogy, hogy, nem feltétlenül rugott volna ki valakit ilyesmiért, lehet, hogy mint mondjuk egy munkahelyen közös megegyezés alapján arra jutottak, hogy, hogy akkor te mész egy másik iskolába, vagy valami hasonló. Mert én úgy érzem, hogy, hogy nagyon sokat számított az, az én iskolámnak, hogy, hogy milyen imidzset mutat magáról, és, és szerintem nagyon durva dolgokat kellett volna ahhoz csinálni, hogy hogy kirúgjanak onnan valakit. Egy-két egyéb tapasztalatom volt, ahol mondjuk igazolások lettek meghamisítva, meg ilyesmi, és akkor ennek az lett végül az eredménye, hogy másik osztályba átlettek rakva a, a tettesek, mert ugye volt két Srác, aki nagyon úgymond összedolgozott, és akkor, hogy ne tudjanak ilyen szinten összedolgozni. Nyilván az értelmét azt nem nagyon látom, aztán lehet, hogy végül is belettek fenyítve annó, hogy na, még egyszer elkapunk ilyennel kapcsolatban, akkor nem csak szét lesznek ültetve szó szerint, hanem akkor húzhattak ebből az iskolából. De mondom, tehát ismerve az akkori igazgatónak a stílusát, meg a legtöbb tanárnak a stílusát, abszolút el tudom képzelni, hogy itt is egy nagy felhajtás, azt se tudja senki, hogy ezt hogy kellene normálisan levezetni, levezényelni, hanem utcú neki, erővel oldjunk meg mindent, meg, meg ráerőltessük a, 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 a kínos pillanatokat a diákokra, meg hasonlók, ahelyett, hogy tényleg mondjuk, ha már van egy ilyen hölgy, mint nálatok, hogy akkor ő spicli volt, és, és akkor mondta, hogy hát itt van füves cigi, akkor... Talán egy normális tanárként mondjuk megkérdezett, hogy ki az, egyébként biztos vagyok benne, hogy tudta, hogy kik azok, és akkor szépen szünetbe, vagy valamikor odamész az illetőkhöz, behívod őket a tanáriba, a igazgatóiba, és, és vagy nem is kell az igazgató, hanem tényleg akkor hat szemközt, vagy ahány szem közt megbeszélni, amit mondtál, hogy kitől, hogyan, miért van erre szükség, stb., és, és normális kultúrált körülmények között. Például szerintem ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy sokszor fölemelni a diákot, és felnőttként kezelni, hogy érezze azt, hogy nem egy kis hülye idiót a gyerekként van rátekintve, hanem hogy, hogy, hogy fiam, lány, amit most egy, egy, olyan dolog történt, amiért felelősségetre kell vonni téged, meg vannak a következményei, de nem szeretnélek kínos helyzetbe hozni, beszéljük meg, és, és tényleg normálisan felnőtt módon ö, megbeszélni velük a dolgot, és akkor nehogy isten, hogyha történik még kétszer-háromszor, négyszer ilyen, akkor igen, akkor már el lehet gondolkozni más módszereken, de így elsőre én ezt mai fejemmel biztos, hogy nem így vezényelném le, Há, ugyanakkor nem vagyok tanár, úgyhogy nem tudom, hogy milyen lehet. Alapvetően diszfunkcionál szerintem nálunk a drogprevenció is, mert amikor én részesültem benne, akkor ugyanazt a tipikus baromságot kellett végighallgatni, hogy drogot akarnak majd adni neked a dílerek, hogy rászokjál. Ak akkor meg hol van az? Tehát, hogy én nem, engem hozzám nem jutottak el ezek az ilyen ingyen drogot adó dílerek, pedig meg volt az életemnek az a szakasza, amikor nyitott lettem volna rá. De hát ez is a másik dolog, hogy túl a füvet, amikor jóval kisebb a veszélyessége, mint az alkoholnak, vagy a dohánynak, amik nem hogy legálisak, de hogy az alkoholt például óriás plakáton reklámozzák. De hát ugye tudjuk, a magyar azonossághoz tartozik, hogy a jó magyar kerítés szaggató pályinka, tehát hogy ez így megkérdőjelezhetetlen. És az a nagyon érdekes, ezt több helyről hallottam, hogy a drogprevenciókon egy valamit nem mondanak el, pedig rohadtul fontos lenne, hogy a Drog az kurva jó érzést ad neked. Tehát, hogy hogy lehet ezt eltitkolni, amikor ez a leglényegesebb információ, hiába mondod el, meg vetítesz meg, meg le ilyen oktatófilmeket a, a gyerekeknek, hogy a droga az rossz, ugye tudjuk, de amikor azok egyszer találkoznak vele, akkor azt fogják kérdezni, hogy, és ezt miért nem mondták el, hogy ez ennyire jó? Ez az egyik, a másik, meg hogy. hogy lényegében a, a szószparkos sév bácsi fogalmazta meg a, a legfőbb és leglényegre törőbb információt a droggal kapcsolatban, amit a gyerekeknek tudni érdemes, hogy mindennek megvan a maga helye és ideje, amit úgy hívnak egyetem. Hogy tartozol magadnak annyival, hogy vársz az egyetemig, mert ak akkor már mindegy, akkor már csináltod, felnőtt vagy, azt csinálsz a testeddel, amit akarsz, de és akkor jön ennek el az ideje, tehát nem az egyetemi évek vannak arra, hogy így kikísérletezd ezeket a dolgokat viszonylag ilyen stabilabb, meg, meg egészségesebb keretek között. Nyilván el lehet menni itt is a szélsőségből. A négy van egy nagyon jó riportja egy, egy ilyen herbálfüggő függő lányjal, akinek gyakorlatilag a diák hiteler ráment, talán ez is a címe a videónak a, a, az ilyen designer drogokra, és az utolsó pillanatig azt hitte, hogy ez tök, tök természetes, mert hogy ott volt, hogy bió, meg mit te, micsoda, aztán kiderült, hogy ugyan a, szintetikus szar, és már gyakorlatilag nem bírt semmi másra gondolni, csak a, arra a drogra, ami egyébként legális csatornákon beszerezhető. Mm. A következő példa, vagy emlék, ami szintén ehhez a Struts modellhez vezethető vissza, avagy a hát nem is tudom a, a, a renditens elemekhez való sajátos viszonyuláshoz. Az a következő, ugyanabban az iskolában, amiről eddig beszéltem, a középiskában történt, hogy jóval azután, hogy leérettségiztem, egy lány, akit én ismertem, közelebbről is kiderült erről a lányról, hogy pornózott. Tehát az érettségi évében lényegében eljutott arra a pontra, hogy így kapcsolatba lépett a felnőtt parral, nem tudom, hogy fogalmazok. Lényegében ilyen szóló videói voltak, tudjuk ez lényegesen más, mint a, mint a szexált volna valakivel. Evidens, hogy rossz döntést hozott, de megtetszett neki, hogy lett pénze. Ugye ez az ilyen hát ilyen panelproli panel proli réteget eléggé be tudja vonzani, pláne az ilyen csinosabb lányokat, hogy hogy gyakorlatilag diák, egyetlen, egyetlen értéke az az, hogy jobban néz ki, kitalálja, hogy modellkedni fog, vagy nem tudom, beinvitálják ebbe az ilyen modellbizniszbe, hogy Jaj, gyere el, csináld meg ezt a képzést, meg közvetítünk, meg efélék, és hát Magyarországon tudjuk, hogy a modellipar Tól, lényegében, vagy a modellkedéstől egy lépésre vagy attól, hogy, hogy elhelyezkedj a felnőtt iparba. Tehát, hogy adódnak ezek a lehetőségek, hogy hát el kéne menni egy ilyen dologra, menj el, hát egy kicsit, kicsit komolyabb dolgokat lehet, hogy kellene csinálni, arra készülj fel, lehet, hogy le kéne vetkőzni, meg lehet, hogy így ki kéne elégíteni a, a fotóst, vagy hasonlók, de de jobban fizet, És és nyilván ez a lány elcsábult. És az volt a bizodalma, hogy ez ilyen hálószobatitok maradt. Pedig már ilyen sorozatok voltak róla fönt a neten, mellesleg egyébként már már egy oldalt tele tudnék írni a olyan iskolatársakkal, megismerősökkel, akiket érintett a szexipar végül, tehát ugye dubajozgatás, modelkedés, eszkortolás, felnőtt filmekben szereplés, ez rendkívül meglepő, hogy gyakorlatilag a magyar kultúrának már ilyen organikus része lesz az, hogy a fiatal lányok Lényegében kibetáncolnak a szexi parból, tehát hogy már ott tartunk, hogy ezen már meg se kell ö, illetődni, mert mert hogy ezek így megtörténnek. És hát ennek a lánynak volt egy faszia, egy volt faszia, aki egy ilyen keserű, egyszerű infantilis ember volt, és annyira nem tudta ö, túltenni magát a, 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 a szakításon, illetőleg nem tudta felmérni a cselekedeteinek a súlyát, hogy csinált neki egy ivi oldalt, akkor még az ivi Facebook szóba se jött. És fogta magát, és, és mindig után valahogy meg, megtudta, hogy vannak ezek a ilyen felnőtt tartalmak, amik értem szerint egy álnév alatt voltak, de rá lehetett találni. Fogta, letöltötte az összes képet, és csinálta a lánynak egy alternatív ivi oldalt, feltöltötte az összes ilyen felnőtt filmes tartalmat, vagy szexiparos tartalmat, és bejelölte a lány összes ismerősét az iviven. És hát ugye kiegészítette információkkal, hogy szabadidőmben szopok, meg hasonlók, ugye, és gyakorlatilag híre ment ennek, hogy hát erre a lányról kiderült, hogy felnőtt filmekben szerepel is. Valahogy eljutott ez a hír az igazgatóhoz is, az érettségi előtt, a lány érettségi előtt pár hónappal, aki, azaz az igazgató, egy óra alatt behívta a tanáriba ezt a lányt, ott várta őt egy bizottság, majd aláíratták vele a nyilatkozatot, hogy haladéktalanul kiiratkozik, tehát pár héttel a, az érettségi előtt. Itt, itt, most érdemes megállni, mert ez megint csak egy olyan dolog, hogy, hogy hogy, hogy, lehet ennyire alávaló egy hogy lehet ennyire alávaló egy ilyen tanári kar, egy, 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 egy intézményvezető, hogy, hogy oké, okay, hozott -e egy rossz döntést, oké, okay, elhelyezkedett a szexiparban, oké, okay, nem, nem hardcore pornós tartalmai vannak, hanem, 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 simogatja magát, mit te, micsoda. De hogy érettségi előtt pár hónappal gyakorlatilag így Egyről a kettőre megszabadulni tőle, ja igen, emlékszem valszeg, ez a, ez a srác ez, ez megszemélyesített egy ilyen felháborodott anyát, és annak a nevében írt egy ilyen kamu profilról, egy kamu e mail fiókról egy e-mailt az iskolának, hogy hogy tarthatatlan, hogy az iskola ilyen, ilyen diákokat nevel, meg, hogy beszélni fogok a sajtóval, meg a csatornákkal, a televízióval, és nyilvánvalóan meghajlott egy picit az akarata, meg a jelleme, ami egyébként sem nagyon volt az igazgatónak, és, és, úgy döntött, hogy akkor, akkor ettől a lánytól még az leérettségizés lehetőségét is elrabolják, nyilván nem a legjobb dolog, hogy ami történik veled, hogy a érettségi előtt két hónappal kirúgnak téged, és, men, és mehetett a dolgára. Egyébként leérettségizett, még akkor gyorsan átiratkozott a mi iskolába, és akkor ott elvégezte, a srácot, hát az ismeretlen elkövetőt, feljelentették a rendőrségen, de ott meg nem vették komolyan, ugyanis a volt osztálytechnikának a huga az egy helyi rendőrrel járt, és ott ö, jöttek a hírek, hogy hát gyakorlatilag röhögnek ezen a lányon, amikor szóba jön, hogy a, a szivárogtatós ügyével mi lett. Viszont a lánynak az anyja rájárt a zsarukra, fellebezgetett, pörgette, hogy ezt csinálni kell, és végül eljutottak a volt faszihoz akit beidézett a bíróság, és ő azt mondta védekezésképpen, hogy hogy ez egy csíny volt, hogy ez, ez nem volt komoly, hogy ez egy ilyen kis, kis ilyen, ilyen diák csíny volt. És hát a büntetése nem volt egyéb, mint hogy megrovásban részesült. Tehát egy picit nincsen arányban ez a két dolog. Hát igen, nyilván ez is egy rettentő nehéz szituáció, ahol talán érdemes föltenni a kérdést, hogy tényleg mennyire akarod ezt nagy dobra verni, mennyire akarsz ebből felhajtást csinálni, miért nem lehet ezt csendben elintézni. Az egy dolog, hogy mondjuk adott esetben szülők, meg egyebek is belettek jelölve mondjuk ezzel a kamu profillal, tehát hogy valamilyen szinten már kiszivárgott ez az egész, és, és, nem lehet ezzel mit kezdeni, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ez egy teljesen béna megoldás volt, hogy, hogy ilyen szinten keresztbe tenni a csajnak, mert lehet, hogy Rosszul döntött, tehát hogy hülyeséget csinált, ahogy szokásmodeli fiatal volt, és szüksége volt a pénzre, tök mindegy. Szerintem abszolút nem érdemel egy ilyen reakciót ez a példa. És sajnos valószínűleg nagyon sok olyan helyzet van, ahol, ahol fiatal, hát valószínűleg többnyire hölgyek hasonló helyzetbe kerülnek, hogy hogy hoznak egy ilyen, egy ilyen döntést, és akkor ez ilyen szinten lesz kihatással a, a tanulmányaikra én elhiszem, hogy ez mindenfélnek kellemetlen volt, de ahogy mondtam, ez, ez, biztos lehetett volna sokkal csendesebben elintézni, és, és gyakorlatilag ez az első túl rajta gyorsan és minél fájdalommentesebben, akkor azt, hogy jó, akkor maradjál, figyú, mindjárt itt az érettségi, csináld végig. Még, még azt is el tudnám képzelni, hogy figyelj, ha bármi van, akkor is átengedünk, átsegítünk, tök mindegy, csak esőtúrajt és felejtsük el. Szerintem sokkal Logikusabb megoldás lett volna, mint az, hogy egy ekkora felhajtást csinálni belőle. Nyilván ilyenkor az intézménynek is megvannak a félelmei, hogy így, nem tudom, rossz hírét keltik az iskolának, de ez ez egyébként a végletekig befolyásolta az igazgatónőnek a döntéseit. Az egész ott létem alatt, hogy mit fognak az iskoláról gondolni, hogy mi lesz az iskolának a, a hírnevével, és ezt valami szélsőségesen fölé helyezte a gyerekek oktatásának, nevelésének és a sorsának kérdése, fölé. Tehát gyakorlatilag megvolt az a pontja, megvolt az a pillanat, amikor intézményvezetőként és tanárként is nem megszabadulnia kellett volna a renitensektől, hanem támogatni őket, utat mutatni, nem hiába az oktatási rendszer részesei leülhettek volna vele, megkérdezhették volna, hogy miért csináltad ezt, mi motivált téged, mit reméltél ettől, hogy tudtad volna más úton megszerezni, de az oktatási rendszernek ezen a ponton nincs oka fárasztani a magát, inkább megszabadulattól a kellemetlenségtől kirúgjuk a renitenseket, le van a gond, holott a gyerek nevelése nekik is ugyanúgy a dolguk lenne. A következő modellt úgy neveztük el, hogy a dobozban a helyed. Megint csak példákkal fogjuk szemléltetni. A modell szerint lényegében arról van szó, hogy nem a képességeidet értékelik, hanem azt, hogy betartod-e a szabályokat. Ugyanis a pedagógus nem érdekli, hogy képes vagy-e rendszerben gondolkodni, vagy hogy képes vagy-e a problémákra különböző forrásokból megoldást keresni, mert ő a 16. oldaltól a 22. oldalig terjedő tananyagot szeretné számon kérni rajtad. Ugye ez a egyetemen engem is ért már ez az ez a, ez a, ez a érv, hogy látom, hogy tudja, csak nem ez a tétel. Hogy így, hogy értem, értem hogy felkészültél, csak, csak rossz tételt mondasz. És ö, saját story, megint csak én középiskolában úgy kezdtem az első osztályt, hogy megfogadtam, hogy új életet kezdek elkezdtem motiválni magam a tanulásra azzal a szándékkal, hogy elhagyom az általános iskolai stigmákat, hogy mostantól jó tanuló leszek, és ez egy darabig ment is, szereztem a jobb, jobb jegyeket, volt egy ilyen benyomás, hogy én végre jó tanuló vagyok, végre nem lustulom el az egész dolgot, hanem úgy jól teljesítek, meg elfélek. volt egy ilyen, egy ilyen újrakezdem élményem, teljesen jó volt. És az első fizika dolgozatig tartott ez a dolog, tehát az iskola kezdéstől pár hónapig, amikor is kapt, megkaptuk a dolgozatot, és a lap, amin a feladatsor volt, úgy nézett ki, hogy egy-egy oldalán volt az A és B csoport, tehát egyik oldán A csoport, másik oldán B csoport. És ugye a mellette műlők én, át az A csoportot csinálták, én a B-t. És annyira felkészült voltam, hogy nagyon gyorsan megcsináltam a saját csoportomnak megfelelő oldalt. Csak hogy izgatott voltam, meg tetszett, hogy tudom, meg hogy, meg, hogy, meg hogy birtokában vagyok a tudásnak, meg hogy nem okoz gondot egy dolgozatnak a megírása, hogy kaptam egy ilyen lendületet, és tekintettel arra, hogy én néztem a B csoportot is, és láttam, hogy tudom a válaszokat, így önszorgalomból azt is megcsináltam. Tehát, hogy így gyakorlatilag én az A és B csoportot is megcsináltam, mert hogy így ez volt a megélésem, hogy ezt így, nem tudom, elfoglalom magam, megcsinálom azt is. És a tanár előttünk javította, és miközben javította, az egész osztály előtt közölte, hogy, hogy én elégtelent kapok a dolgozatra, mert megcsináltam mind a két csoportot és hát el voltam hűlve, nagyon-nagyon megszeppentem, hogy hát ez így abszolút nem igazságos, tehát, hogy ilyenkor totálisan felébredt az igazságérzetem, hogy hát miért szolgálnék rá az elégtelenre, hát a, 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 a tudásomat reprezentálja az, a, ha más nem, akkor az A -csoportra itt megoldásokat, akkor egész egyszerűen a B csoportot nem kell figyelembe venni, és akkor megvan a dolgozatom, de nem, vége lett az órának, a tanár kiviharzott, én utána mentem, megpróbáltam beszélni vele, így még emlékszem, így rohantam utána, hogy tanár úr, hallgasson meg, hogy ér érveljek, ő így csápolt, meg így rohant, hogy nem, nem, nem érdekel. És így hát ennyi esélyed van ö, diákként gyakorlatilag érvényesíteni az érdekeidet, tehát nincs módon egész egyszerűen ütköztetni, mert te egy kis csipszar vagy, majd te fogod neki megmondani, hogy ő hogy javítsa a dolgozatot. És ezt otthon elmondtam, és ö, természetesen haza se vihettem, mert elkértem, hogy akkor megmutatnám otthon, hogy, 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 én egy ilyen dolgozatot írtam, és mondta tanár, hogy nem adom oda, mert bizonyíték. Ez is mekkora hülyeség már bak bakker. Tehát, hogy ez büdös életben nem, nem, találkozik ilyen, is, ilyesmivel is, is, az ember. És otthon elmondtam, anyám mondta, hogy jó, hát akkor bemegyek, és akkor megbeszélem a tanárral. És bejött, a, bejött az anyám, kihívta a tanárt a tanáriból, leültek, ott mellette volt egy ilyen tárgyaló, szekció, és a tanár elkezdette érvelni azzal, hogy ez el lett mondva, hogy ez a szabály nem lett elmondva egyébként, tehát hogy ez rohadt nagy kamu, és annyira felháborodott a tanár, hogy ilyesmivel szembesítik, hogy az utolsó mondatai végeztével azt mondta, hogy kétsz végeztünk, és fogta, felállt, és visszament a tanáriba. Aztán anyám végül nem tudom, hát várt még egy kicsit, végül kijött a tanár, és akkor mondta, hogy izé neveljük együtt a gyereket, erre most buktát ad, de legközelebb majd nem, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Egy a lényeg, haza lehetett vinni a dolgozatot, megmutathattam apámnak, és ő mondta, hogy hát egyet érted, hogy ez tényleg nem, nem a tudásomat reprezentálja. És én akkor is, és most is értetlenül szemlélem ezt a döntést, Ma már még kevésbé értem, hogy egy tanulónak miképpen szolgálja az elemi szintű oktatását egy ilyen intézkedés. Talán azt szolgálta, hogy ne tudják a patársak lelesni a jó megoldásokat, ami egyébként megvalósult. Tehát volt bennem egyfajta ilyen betyárbecsület, hogy, hogy vagy egy ilyen szolidaritás, hogy megcsinálom, nézzék, írjanak jó jegyet, legyen nekik is jó, meg nekem is jó, hogy így meg tudtam oldani. Tehát ennyiben talán igaza lehet, de mi lett volna, hogyha azt mondja, a tanár, hogy kedves Rezső, látom, megpróbáltál túl teljesíteni, ezt én értékelem, de legközelebb ne csináld, mert így olyan, mintha ugyanazt a csoportot írtátok volna a melletted ülőkkel. Eljelentő inkább fogta, Ráírta az egyest, elmondta, hogy az, aki megoldotta a két csoportot, az elégtelent kap, mint például Rezső, és ezzel megoldódott a probléma. És nekem ez teljesen bedöntötte a kísérletemet arra, hogy új életet kezdjek, vagy idézőjelesen új tiszta kezdjem ebben az iskolában, mert ideje korán ebbe. Ö, amikor tanulni akartam, mindig eszembe jutott ez az eset, és úgy éreztem, hogy nem a tanulás dönti el, hogy jó tanuló vagyok-e vagy sem, hanem hogy betartok-e olyan szabályokat, amikről az adott pillanatban nem biztos, hogy tudok. És ennek fényében talán. Feltételezhető, hogy inkább az lett volna ennek az egész ö, incidensnek a célja: hogy megtanulja a gyerek, hogy lesznek az életben olyan szabályok, amiket előzetesen nem mondtak el neked, de valahol ott vannak az éterben, és a létezésükről majd úgy szerzel tudomást, hogy szankcionálnak, amikor megszeged ez talán a való életnek az analógiája, hiszen az összes jogszabályt még a jogás sem ismeri, de ez nem mentesít senkit. Tehát attól még, hogy ott van a jogszabály, és te nem értesültél róla, attól még vonatkoznak rád is, és lehet, hogy ezt a reflexet próbálták belémégetni ilyenkor, hogy lesznek olyan dolgok, amiket megszegsz, mondod, hogy de erről nem tudtál, majd azt mondják, hogy hát pedig ott van a jogszabályban, meg kell nézni, pedig ez így van, tessék itt a 30 ezer forintos bírság. Igen, az a helyzet, hogy az, hogy egy dobozban, vagy nem egy rossz dolog, mert nyilván tényleg vannak életszituációk, amikor egyszerűen uh, egy, egy megszokott uh, séma szerint kell haladni, az szerint kell megoldani a problémát, stb. 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 És lehet, hogy uh, hát, hogyha még talán egy-egyes nem is, de mondjuk akkor kapsz egy hármast, mert hogy, hogy persze értékeljük a, a próbálkozást, de ettől függetlenül a kimondatlan szabályoknak nem feleltél meg, és akkor tényleg megint csak beszélni a diákkal, elmagyarázni, hogy, hogy miért történik az, ami történik. Én ezt a doboz szituációt, ezt talán akkor éltem meg, amikor magyar órán, már szerintem korábban említettem, a drágalátos középiskolás magyar tanár, az egy annyira némand volt az én szememben, mert hogy a 30 évvel azelőtt kinyomtatott szövegértelmező könyvből felolvasta azt, hogy mondjuk egy verselemzés, ami nekem így felnőtt életemre a verselemzés az egy, egy semmit mondó baromság, mert egyszerűen úgy lett prezentálva nekem ez annó, hogy itt nem arról van szó, hogy te, mint olvasó, mit érzel, mit gondolsz, milyen érzéseid vannak tényleg a leírt sorokkal kapcsolatban, hanem az, hogy a második sorban van egy megszemélyesítés, a negyedik sorban van egy hasonlat, meg hogy, meg hogy ott van még két eufemizmus, meg mit tudom én mi, és hogy ezt így szépen nyersen átadta, és, és gyakorlatilag, hogyha volt egy dolgozat, akkor neked ezt ugyanúgy vissza kellett adni. És én ezen a ponton éreztem azt, hogy miért? Én, én azt értem, hogy tök jó, hogy ezeket a dolgokat megtanulom, nyilván ö, nem tudom, az én életemben eddig annyi haszna volt, mint a Pitagoras tételnek, semmi magyarul, de hogy ettől függetlenül... Ö, tök jó, hogy ezeket te megtanulod, de hogy ezt miért kell minden egyes versnél így eljátszani, miért nem lehet azt, hogy na, Dani, Rezső, neked mi a véleményed erről a versről? Hogy, hogy, érzel? Milyen gondolataid vannak? Miket veszel észre? Amiket nem az, hogy a költő mire gondolhatott, mert ettől a plafonra tudok mászni, hogy mire gondolhatott a költő. Fogalmunk sincs, amíg ő nem így le lefeketé fehéren, hogy mire gondol, a addig, addig találgathatunk, és szerintem egy csomószor hülyeséget is találgatunk, hanem az, hogy hogy ti mire gondoltok. És, és nem, hanem egyszerűen feketén-fehéren, tök nyersen le van adva ez az egész, nem érdekel senkit, hogy te mit gondolsz, hanem az, hogy a tananyag le legyen adva. és, és ez, akkor talán nem lenne gond, hogyha mondjuk a tízből egy ilyen eset lenne, és az összes többi tantárgy az teljesen máshogy állna hozzá, de az én tapasztalataim szerint ez mindegyik tantárgynál így valósult meg, hogy jó, hát most nyilván a, a, a versenemzés meg az ilyesmi az, az sokkal szabadabb, mint az, hogy mit jelent számodra a tétel, de hogy ettől függetlenül e, tényleg nem tudom, biológia, kémia, biztos egy csomó dologgal kapcsolatban ezt így bele lehetne vinni, hogy hogy, hogy megtanítsanak gondolkozni, ne, arra, ne, csak arra tanítsanak meg téged, hogy kövesd a szabályokat, meg hogy, meg hogy, ami le van írva, azt úgy kell csinálni, hanem hogy, hogy talán egy picit egy, egy kis szabad gondolkodás vagy valami, hogy, hogy megnyissunk a gyerekben, kapukat, ablakokat, több mindegy, hogy mit az elméjében, hogy egyszerűen egy, egy értelmes, normális ember legyen belőle, és, és ne csak az, amit most már nem tudom hanycorra mondunk, hogy az autoritást követni kell. Úgyhogy én ezt a doboz érzet, nekem ez így valósult meg annó, leginkább ugye a magyar óránál, hogy egyszerűen ö, nem lehetsz egy, egy egyén, egy valaki, hanem csak hogy megtanulod feketén-fehéren, és utána a dolgozatban meg leírod, és most már azt sem tudom, mit jelent az eufemizmus például. Tehát ennyire, ennyire egy semmi volt számomra ez az egész téma. Két égbe kiáltó ö, körülmény van, ami arra utal, hogy borzasztó nagy probléma van az oktatási rendszerrel. Az egyik, hogy rendre alul teljesítünk a ilyen nemzetközi felméréseken, annak ellenére, hogy sokan azt gondolják, hogy világszínvonalú a, az oktatási rendszerünk, nem hiába Nobel-díjasokat termelt ki, ha de de, ugye évről évre jönnek ilyen pizzatesztek, meg hasonlók, és ott az derül ki, hogy a magyar diákok a közös probléma megoldásban valami elképesztően alacsony szinten produkálnak. Tehát egész egyszerűen az a, az, a, az, az eredmény, amit várnánk a magyar oktatási rendszertől, ha már ennyire kőbevésett, és ha már ennyire képes egy csomó ö, ember, főként pedagógusok ö, ember védelmezni, ezt a, ezt, a, ezt a rendszert, akkor azt gondolnánk, hogy egy picit azért jobb számokat produkálunk, de nem, valójában, valójában rendre arról maradunk ezeken a, ezeken a felméréseken. A másik körülmény, ami megint csak hangoztatja, hogy óriási probléma hogy szó szerint konferenciákat lehetne szervezni, amiben, aminek a keretében semmi egyébről nem lenne szó, csak a diákok, akik ma már felnőttek, elmondják, hogy aznap milyen sérelmeket kellett, nem aznap, akkoriban gyermekén milyen sérelmeket kellett átélniük. Gyakorlatilag még, még szerintem simán csinálhatnánk három adást, és csak azokat az emlékeket próbálnánk felidézni, hogy kivel, kivel mit csináltak a tanárok, ami ami emberileg, ö, emberi szempontból egyszerűen vállalhatatlan, és mégis megtörténnek mm. ezek a dolgok. És ez, ez két olyan körülmény, ami számomra így, így égbe kiáltóan hangsúlyozza, hogy súlyos problémák vannak, és... és Tűzoltás van, tehát, hogy nem ám az van, hogy hát igen, ez el elkövetkezendő évtizedeket rá kéne szánni ennek a modernizálására, hanem hogy e pillanatban is gyerekeket, gyerekek generációi traumatizálják. Ezekből az emberekből, az én, én meglátásom szerint, ezekből a gyermekekből értékes emberek lehetnének az oktatási rendszer mm. nélkül. Tehát ekkora probléma van az én olvasatomban. És van még egy modell, amit csak nagyon röviden lenne érdemes egy picit megemlíteni. Én úgy neveztem el, hogy bosszú álló. Egész egyszerűen arról van szó, hogy, az életetek során ti is tapasztalhattátok, amikor egész egyszerűen egy tanár az, ellened iránt, az irántad érzett ellenszenvet, azt ö, annak érvényt szerez, és, és lényegében kihasználja azt, hogy nem vagy annyira jó érdekérvényesítő képesség birtokában az ő óráján, és és különböző nagyon aljas megoldásokkal lényegében megaláz, ellehetetlenít, ö, megszivad, visszaadja azt, ami, amit ő ö, úgy véli, hogy tőled kapott, vagy amit egész egyszerűen a világtól kapott, továbbadja azt, amit neki is át kellett élnie. Az általános iskában egy törtémetanárom nagyon haragudott rám, mert egy nagy szájú diák voltam akkor akkoriban, ez ilyen kis hormonizáló időszakomban volt. Elkezdte, elkezdett érdekelni a történelem, viszonylag sokat így utána néztem, és így és így, hát egy csomószor így úgy éreztem, hogy le kell iskoláznom, meg mit elkezdtem mondani, hogy a, mit Stalinról mit lehet tudni, nem tudom egyébként miért, tehát hogy tényleg nem biztos, hogy következetes volt, hogy nekem így az órán el kelljen kezdenem ilyen kis előadást tartani kéretlenül, és akkor ott elkezdett beleszólni, hogy ez hát nem teljesen így van, akkor én mondtam, hogy hát szerintem meg így van, tehát egy kicsit, kicsit ilyen tényleg nagyszájú voltam, de hát, uram, bocsánat, ez a legnagyobb bűnöm, hogy így vitatkoztam a tananyaggal. Végsős a tanárral. És ez a tanár fejébe vette, hogy ő bosszút fog állni rajtam. Nagyon régóta akartam kísérletet tartani a másik Világháborúról. Elő is készültem, többször rájártam, hogy mikor, és, ö, és, és akkor mondta, hogy jó, rendben, akkor a következő órán. De, de tényleg ilyen hónapokon keresztül itt tolta maga előtt, hogy mikor lesz módom kisadást tartani, és akkor mondta, hogy jó, van következő órán. És, mint utóbb megtudtam, ö, Megszervezte a véletlen körülmények együttállását, lényegében az volt a koncepció, hogy még mielőtt kísérletes tartanék, feleltet valakit, történetesen engem. Felállít, majd minek után sejtve, hogy nem készültem az órára, mert kísérletessel készültem, leültet egyessel, majd az osztálytársamat, akivel előzetesen megbeszélte, hogy ő tartson majd kísérlődést, kihívja. És akkor nekem majd nem kell kisadást tartanom, mert egyessen megaláz, és majd az osztálytársam ö, tartja meg a kísérlődést. És ez így ö, keresztül is ment, csak ö, nem tudom, nem, nem rendelkeztem kiforrott szégyenérzettel, és inkább még ezután is megpróbáltam megtartani a kísérlődést, tehát nem feltétlenül jött össze neki a, a terve, de ez egy felnőtt egyetemét végzett nő volt, aki ezt így kihorta. Tehát nem tudott felülemelkedni azon, hogy az egyik tanulóval szemben ellenszenvet érez, inkább úgy döntött, hogy megleckészteti. Egy olyan közegben, ahol ő az úr. És ez mit mond el a pedagógusokról? Igen, egyébként nálam is uh, talán az előző adásban is említettem, hogy, hogy érettségi után, amikor már úgy kezdtek kiszivárogni a, a, matek érettségének az eredményei, és mit tudom, én hármast kaptam, vagy nehogy isten négyest, magamat magama teljesen meghazottolva, a, és akkor így nyilván a, a tanár már mondta a részeredményeket, és, és akkor így hozzátette, hogy hát, hogy ő nem adta volna meg ezt a jegyet. És akkor, hogy, hogy van bennem is ugyanez az érzés volt, hogy egyébként szerintem volt azért a, 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 azt a négy évet tekintve, volt egy valamilyen szintű szimpátia, tehát, hogy, hogy nem voltam ellenszenves, gonosz, rossz, meg ilyesmi, tehát, hogy hogy nem voltam én a, az, aki állandóan keresztbe akart neki tenni, hanem tényleg inkább arról hogy volt szó, hogy évközben, meg hát ugye évvégét megközelítve azért eléggé rosszul teljesítettem, Ö, általában a fél éves bizinél mindig megbuktam, évvégén épp, hogy összeszedtem magam, és akkor meg lett a kettes, és hogy, hogy ez, a, ez a ív, amit én leírtam az alatt a négy év alatt, ez, ez így, Gyakorlatilag az ő szemében kialakított rólam egy képet, és abszolút leszarva azt, hogy, hogy lehet, hogy ez a gyerek akar, ha tud, kivételesen ugye lehet ezt mondani, és hogy, hogy ő, ő azt mondta, hogy hú, basszus kulcs, ő nem szeretne megbukni érettségén, mert az egy rohadt kellemetlen dolog lehet, és hanem inkább összeszedi magát, és akkor egy hármas, hármas érettségit összehoz. Nem azt mondjuk, hogy, hogy jó van. Dani, remélem, hogy azért a jövőben, akár a felsőoktatásban, vagy a mit tudom én, a felnőtt életedben is legalább ezt így össze tudod hozni, hogyha ha szükség van arra, hogy a erőforrásaidat, meg a mindenedet összeszedd, és tényleg egy jobb teljesítményt összehazzál, remélem, hogy ez így menni fog. Nem, gyakorlatilag még rúgjunk bele egyet ilyen bosszúból a diákba, hogy, hogy én itt szenvedtem veled négy évig, te itt bugdácsoltál, meg rossz tanuló voltál, meg ilyesmi, én nem adtam volna meg neked. És ez is egy, ugyanez, amit mondasz, hogy egy, egy egyetemet végzett Tanárnő, akinek elvileg az lenne a célja, hogy fejlesz -e a jövő generációit, és egy, és egy ilyet belők gyakorlatilag akkor. Miután én ugye abszolút valószínűleg teljes mértékig láthatóan megkönnyebbültem, hogy. Ezen is túl vagyok, leérettségiztem a techból, és tök jó, nem kell megbuknom, és nem kell megismételnem. Nem, még rúgjunk bele egyet a végén. Szintén a bosszúálló modellhez visszavezethető ö, egy hasonló emlékem ö, a tesi tanár a középiskolában nevesítette a sorbáláskor, hogy kéne még gyakorolni picit az éneklés, mert volt egy ilyen iskolai fellépésem, nem tudtam énekelni, de ez nem tartott engem vissza az éneklésben, és valamiért egy szükségét érezte, hogy azon a ponton, amikor a következő hét első tesi óráján sorbálított minket, akkor így megegyezte, hogy hát Rezső, hallottam az előadást, nem ártana még gyakorolni picit az éneklést. És ez egy ilyen nagyon jól indukálta, hogy a, az osztálytársaim kilépjenek a sorból, és így elkezdjék mondani, hogy azt nagyon elbasztad, hallod, azt nagyon elbasztad. Ilyenek, köszönöm szépen a tesítanárnak Másik alkalommal ugyanaz a tesitanár. Ültünk, néztük a focitva, vagy ilyen három csapat volt, nem tudom, egész egyszerűen ültünk ott a, a lelátón, ott ült a tesítanár is, és akkor valamit beszélt, hogy hogy ki, ki, mennyire jó milyen sportban, meg hogy én nem vagyok jó semmiben, nem tudok focizni, meg efélik, és akkor minek után akkor tájt így kezdtem így a boxolgatni, tényleg csak én hobbi szinten, de tök jó volt arra, hogy így egy picit fogyjak, mert duci gyerek voltam. Ilyen kis, tényleg ilyen kis hülye gyerek szintjén így elhagyta az a mondat a hogy hogyha boxolni kéne, akkor én nyernék. És volt egy kickboxos osztálytársam, aki nyilvánvalóan jobb képességű, meg erősebb is volt, mint én, meg több, többet is kickboxolt meg komolyabban is vette, de ő nem reagált, úgyhogy a tesi tanár jelezte neki, hogy Ádám, hallod ezt? Tehát jelezte neki, hogy, hogy itt, itt, itt valaki megpróbálja elbitorolni a legjobb kickboxos ö, 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 érdemét, vagy a minőséget, hogy nem, -e érdem, nem -e lenne érdemes itt valamit intézni, esetleg demonstrálni valamit, na és ez egy te, tesi tanár. Hát ez a, ez a álló lényegében. Tehát amikor a pedagógus nem képes felülemelkedni az ilyen, az ilyen abszolút ilyen, ilyen ősülő szintjén jelentkező ilyen zsigeri ösztönökön, hogy ártani annak, akinek, akinek én rossz indulatot vélek, vagy csak egész egyszerűen ellenérzéseim vannak, én ezért bosszút állni, és nyilván az elmond valamit az emberről, amikor egy olyan közegben, ahol tudja, hogy erősebb, ahol tudja, hogy nincsen érdekérvényesítő képessége a, a többieknek, ahol nem fair egész egyszerűen játszani, mert, 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 mert jobb, jobb, helyzetből indul. Na, olyan viszonyban leuralni, meg traumatizálni az ellenfeleidet. Tehát ez, akkor miért nem csinálja azt az ember, hogy kihívja a szomszéd nyolc éves gyereket focizni, és berúg neki 8 gort, majd még egy pofont is leoszt neki, hogy, hogy vagy legközelebb majd jobban játszottak te kis kretén. Tehát, hogy ezt is megcsinálhatnád, csak nem csinálod meg, mert nem vagy egy primitív ősülő. De egyes pedagógus meg úgy érzi, hogy azért ezzel a minőséggel nincs akkora probléma. Én ennyire frappáns kategória nevet nem találtam ki, nekem mondjuk elsőre a többet erővel, mint észre jutott eszembe, de sajnos az a baj, hogy szerintem az mindenre ráúzható, így az oktatást tekintve, és nem feltétlenül fedi le ezt a részét, de maradjunk most akkor ennél a címnél, hogy többet erővel, mint észre. Ugyanis hát már általános iskolából elkezdődött ez a dolog, és még talán a gimi közben is, hát korrepetáltak engem, Leginkább matekból. Ott talán több éven keresztül is ilyen kisebb nagyobb kihagyásokkal jártam korrepetációra. Viszont általános iskola közben még magyarból is korrepetáltak engem, méghozzá az akkori magyar tanárom, ami egy szerintem nem teljesen volt megengedett, és ez valamennyire ilyen titokban történt. Hát nem tudom neked, mennyi tapasztalatod van így korrepetálás téren, de ez biztos, hogy. Szerintem az, hogy valakit korrepetáljanak valamiből, ugye talán el kellene gondolkozni azon, és meg kellene előznie a, a, az egészet annak a kérdésnek, hogy, hogy vajon tényleg hülye a gyerek, vagy egyszerűen csak nem érdekli, hogy hogy mit tudom én éppen, mit kellene megtanulni fizikából, matekból, akármiből. És uh, itt igazából egy kicsit kiterjeszteném a hálót, és, és valahol mindenkit hibáztatnék, és férfiasan bevallom, hogy magamat is. Ugyanakkor egy, egy picit felmentem magam a, a, hiba alól, mert hogy egy kiskorú gyerek voltam, aki igazából azt tudta, hogy mit akar, de, de hogy ezt mind a szülőknek és a tanároknak is szerintem abszolút észre kellene venniük, hogy, hogy adott esetben egy diáknál miről van szó, hogy tényleg látjuk, hogy azért tud őszorgalmas lenni, meg, meg, meg tud aktív lenni, tud megtanulni dolgokat. Nyilván föl kellene valahol állítani egy normális mércét, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy te elvégez egy osztályt, egy iskolát, meg stb. Tehát ezt is nyilván fel, teljesen abszolút modernizálni kellene, és reformálni kellene, de hogy hogy egyszerűen akkor, akkor felmérni azt, hogy a kicsi Danika az, az tényleg egy hülye gyerek, és egyszerűen semmilyen tudást nem ragad meg a fejében, és szegényből egy, egy buta ember lesz, vagy, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy mondjuk egy lusta disznó, aki inkább szeretne játszani, vagy inkább szeretne a haverokkal lenni, vagy valami, és, és akkor ezen az úton elindulni, és mondjuk megbeszélni vele azt, leültetni és elmondani, nyilván közhely, de hogy magadnak tanulsz, figyelj, egy, egy, kicsit jobban bele kell húzni, nem szabad itt megbuktácsolni, meg ilyesmi, mert későbbiekben számítani fog az, hogy, hogy, kettes vagy négyes volt a tegből vagy tök mindegy, és akkor, és akkor így egy picit egy, egy az, hogy értelmet is lehet verni a gyerekbe, ugye átvitt értelemben, hogy hogy, 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 felfogja, hogy az egy dolog, hogy nem érdekli, hogy, hogy lusta, meg ilyesmi, de hogy egy picit jobban átjöjjön az, hogy, hogy Azért vannak dolgok, amiket meg kell tanulni, és nem pedig az, hogy erővel, úgy belepumpáljuk a tudást a fejébe, hogy hogy nem elég, hogy van mondjuk heti, öt matek órája, hogy akkor még egy, egy, egy órát, másfél órát menjen el ehhez a fiatal egyetemist a csajhoz, aki itt tudom én, mennyi pénzt elkér ezért a, a kis magánóráért, és akkor és akkor ott egyenleteket csinálgattok meg ilyesmi, és hogy még ezzel a tanulás, vagy a, a, az iskola után még plusz időt, Gyakorlatilag elpazaros azért, hogy na majd akkor a gyerek jobban tudja, és hát nyilván, a vicc az egészben az az, hogy egy, egy ilyen nyakatekert végül is megoldása problémára az az volt, hogy hát ugye egy valamivel jobban elkezdtem teljesíteni, mit tudom én, tényleg mondjuk nem kettest, hanem hármas matek dolgákat írni, de nem azért, mert hogy segített ez a fiatal csaj hölgy, hanem azért, mert nem akartam ezt a, ezt a kínszenvedést, hogy nekem minden hétfőn, vagy pénteken, vagy tök mindegy, hogy mikor ezt az egy-két órát végig kelljen még ott ülnöm. Eleve olyan kellemetlen volt az egész, hogy bemész itt ennek a hát nyilván egy idő után már nem idegen, de hogy ennek az idegen lánynak bemész a lakásába, és akkor ott leültök, és előveszed a matekot, és így megkérdezi, hogy na, sikerült megoldani a házit, meg hogy hogy haladsz, meg ilyesmi, olyan, olyan tök kellemetlen volt az egész, és és a magyarnál egy picit azt talán pozitívumként el tudom mondani, hogy szerintem, legalábbis nekem ez a meglátásom, akkoriban a magyar tanár azért vállalta ezt a kockázatot, mert hogy, hogy, adott esetben kiderülhet, hogy korrepetál engem meg egy van. mert szerintem talán ő lehetett az egyetlen tanár, akit valamennyire is érdekelt az, hogy, hogy talán normálisabban haladjak én, meg az osztálytársam, hogy, hogy egy picit plusz figyelmet ránk fordított. Sajnos fogalmam sincs egyébként, hogy ez került a pénzbe, de nem tudom, hogy ez a pár ezer forint őt mennyivel vitte előrébb az életben, de hogy, hogy már már valamivel erőrébb tartott a többi tanárhoz képest, aki abszolút leszarja, abszolút biomaszaként tekint rád, ö, ö, nevetséges bosszúállásokon törje a fejét, meg meg hülyeségeket csinál, beszél, nem kezeli normálisan a szituációkat, hanem ő volt talán az egyetlen, akire azt tudom mondani, hogy próbált törődni velünk, és ő úgy látta, hogy talán az a heti egy óra, vagy másfél óra, az segíteni fog nekünk abban, hogy megtanuljuk, nem volt kínos ciki kiállítás a többiek elé, hogy ne a gyerekek, én őket korrepetálom, mert nekik plusz órára van szükségük, nem volt semmi megalasztás. Szépen csendben elmentünk a könyvtárba, megtanította azt, az, vagy leadta azt az egy-másfél órát, és, és nyugtával, hogy mondják ezt, nyugtával zártuk a napot. És így, és így nem volt annyira kellemetlen, mint az, hogy egy idegen valaki ez át kell mennem, hanem nyilván itt már volt egy előre kiépített kapcsolat, hogy tanár diák, meg, meg ilyesmi, egy picit. Egyébként a legszebb az volt az egészben, hogy őt már azért korábban megemlítettem, hogy mennyire egy jó magyar tanár volt, főleg a gimis magyar tanárhoz képest. De hogy ezeken az ilyen kis korrepetálós alkalmakkor is néha azért próbálta oldani a feszültséget, hát mégiscsak két fiú, meg egy férfi volt egy, egy könyvtárban, és akkor néha kicsit poénkodtunk, hülyéskedtünk, meg ilyesmi. Tehát én úgy érzem, hogy próbált egy kicsit közelebb kerülni, és normálisabban megoldani. nyilván neki is sajnos limitált volt az ideje, energiája, meg minden, és ezáltal nem tudott 100, 100 vagy 110 százalékos figyelmet fordítani csak ránk, de hogy hogy én azt érzem, hogy ez már egy, 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 jó irány volt, és hogy ezt, ezt mindenkinek meg kellene lépni, és, és mindenkinek egyszerűen el kellene gondolkozni azon, hogy hogy jobban lássa, ne csak nézze, hanem lássa a gyerekét, hogy mi történik vele. És itt most belevonom a szülőket is, mert én elhiszem, hogy mindenki túl van dolgozva, meg fáradt, meg ilyesmi. De egyszerűen ezek, ezek kritikus évek egy, egy gyerek életében, és abszolút oda kellene ráfigyelni. És szerintem ez mostanra egyébként már csak sokkal rosszabb, így a telefon, meg a mindennek a korában, hogy gyakorlatilag leültetjük a gyereket a tévé elé, és addig is pihenni tudunk. Mindegy, ez egy teljesen más téma. De a lényeg az az, hogy. Szerintem oda kellene figyelni a tanároknak is, meg a szülőknek is, és látni, hogy hogy a gyerek az, az hogy reagál, mi történik vele, és hogy mi a helyzet. És, és ez alapján kidolgozni egy tervet, és, és akkor ez alapján segíteni neki, hogy, hogy előrébb jusson az életben. Úgyhogy ez lett volna az oktatási rendszer kritikájáról szóló sorozatunk második epizódja, ebben beszéltünk sérelmekről. A következő epizódban már lesz egy vendégünk, ő egy pedagógus lesz és megpróbáljuk gyakorlatilag szemléltetni általa az ő segítségével számotokra, hogy pedagógus szemmel ez az egész oktatási rendszer ez milyen lehet, illetve milyen lehet megélni. Kíváncsi vagyok, hogy mit reagál a, a mi elmondásainkra, a mi véleményünkre, de ti se legyetek restek megfogalmazni a szürkezóna kibeszélő nevű Telegram csoportban a véleményeteket, szeretettel várunk titeket, írjatok be egy hashtag oktatási rendszert, és utána hat szóljon, adjátok meg, amit, 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 gondoltok, vagy, vagy fejezétek ki a véleményeteket, Induljon belőle egy diskurzus. Kíváncsiak vagyunk, hogyha nektek is van esetleg olyan traumátok az oktatási rendszerrel összefüggésben, ami nyílt kommunikáció tárgya lehet, akkor akkor előszeretettel várjuk ezeket a beszámolókat a Telegram csoportban. Addig is maradjatok, hallgatóink, köszönjük, hogy velünk voltatok. Ez volt a szürkezóna nevű podcast csatorna, podcast tartalom. Uh, hallgassatok továbbra is minket. Sziasztok! Sziasztok!